Már ha-ha, mi volt a Nem más, mint 124. Na, megnyugodtál. Nagyon jó. 127-ről, igen. Lejjebb hárommal. Gyönyörűséges reggelt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik a szombat. És nem vagyok egyedül, ugyanis itt van mellettem ez a fantasztikus ember. Árpi, vagy haver. Szervusz, Árpi, jó reggelt kívánok. Szép jó reggelt, sziasztok. Szia, Csett, szia, Dév, hello. Hogy telik? hogy telik a reggel az izgalmon kívül, nyilvánvalóan. Jól, jól. Én mondom, viccen kívül én már 8.30-kor vigyázba lágtam magamat, mert tudtam, hogy 9.30-kor beszélgetünk. Jól telik, reggeli megvolt, kávé megvolt. Én is 8.30 óta ülök itt értelemszerűen, Ö, és nem 15 percet keltem. Igen, kérdezik is, hogy hol van a hurka, hol van a hurkasapka, ami Hát nem mindig van sapka. A sapka az a, az a, az a lustaság élet. Tehát, ha látjátok, rajta Ami... sapka van. Az azért van, mert az a marohattú nem volt kedve megcsinálni a hajamat, és nekem ez sok hajam van, és rohatú sok ö, odafigyelést igényel így reggel. Tehát, ha ezt így I know száraz, the feel. A jelly, hát, a, nála több hajam van, sokkal. Nekem is volt ilyen hosszú, mint neked. Nekem sokkal durvábban állt szét. Nekem tényleg össze kellett fogni ahhoz, hogy így izé úgy maradjon, és nekem muszáj megcsinálnom, Kellett 15 percet rászállnom, hogy ilyen pengén álljon be, és azért van a sapka, lusta vagyok. A, általában én is ezért. Én is ezért, és ezért hordom a, hordom a sapkát, hogyha esetleg sapkában szülnek, de nekem nincsenek ilyen menő kepjeim, mert uh, Júlcsi azt mondta, hogy meg kell kötnöm a békémet ezzel a 30 pluszos dologgal, és nem találtam olyan sapkát, ami, ami megfelelő lenne. De a tiedet hordanám az jó is. És abba a belesik. Jen a jenkízesről mi a véleményed az ilyen szép New York jenkízes fúkepekről? A... Fred Durst hordott mindig. A, ja, a, a, és egészen pontosan az öreg Fred Durst. Én nem gondoltam volna egyébként, hogy, uh, hogy az öreg Freddy Boy, ő, ő ezt még, uh, le, ez, ezt még tudod, ez a pull-off, tehát hogy neki, ne, ő ezt még azt mondja, hogy én ezt hordom, és ez egy státusz Viszont uh, voltam a szigeten a Limbiskit koncerten, és uh, az az ember élete végig pontosan ugyanolyan menő lesz. Egészen mm. pontosan ugyanolyan. Ő, hogyha 73 évesen megjelenik előttem egy uh, baseball sapkában, és uh, Boka Zokniba, vagy Izévan, Ez a bok az vagy Izé van. és az agyira A az igen. Szüperes, igen, és a, a vádlira húzott fehér zokniban, akkor is azt mondom majd, hogy it's fine, Fred. Do you. Do you, boy. Do you. De én csak azzal ismerném föl. Én mással nem is tudnám fölismerni az Fredet. Biztos vagyok benne. Hát most már aztán meg, most erre most meg főleg, főleg nem, igen. Geri, nagyon-nagyon szépen köszönöm a rédet. bocsánat, csak még a visszaszámláló ment, és most kitekintettem az Activity feed és most látom, hogy nagyon-nagyon drága vagy, köszönöm szépen. Szóval, hogy vagytok, hogy vagytok kora, szombat, kora reggel? Azt hiszem, hogy ilyenkor azért még nagyjából mindenki alszik, mert ahogy elnézem, nagyon gáz lett volna késni haver, mert ha a fenn van, és mi nem, az azt jelenti, hogy mi nagyon rosszul csinálunk a, valamit. Az késő, az késő. Az, az, lehet, hogy egyébként már délután kettő van, csak nem tudunk róla. Várjál. Kora reggel van. Kora reggel van. 9 óra 50 perc, gyerekek. Ilyenkor szombaton igazából aludni kell. Tehát, hogy kapjátok be. De hát vandam, úgy mondod, mintha nem lenne igaz. A halk vagy. Ha a... közelebb hoztam a mikrofont, várj. Jó, Így jaj, lehet jobb lesz. Párhuzamosan felhangosítottalak, úgyhogy... Az ő, durva lesz, nem? Úgyhogy Hú, most, várj. igen, 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 egy pillanatra durva volt, de most már nagyon jó. Szuper. Most már, most már parádé. szóval... be, azt kaptuk, kapjuk be. Köszi, Vanda. <laughs> szóval, haver, Annyi, annyi, mindenről, annyi mindenről lehet veled kapcsolatban beszélgetni. A, mindig az első kérdés, hogy találtam rád. És a hogy találtam rád, az, az relatíve, relatíve egyszerű. Én a véleményem szerint te vagy a, a, világ egyik legszórakoztatóbb Destiny streamere. Azt hiszem, hogy jazz, jazz előz be nálam, mert, mert jazz bolond. És, 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 és őt nagyon szeretem, de, amikor visszataláltam a Destiny-re, akkor párhuzamosan találtam rád is, és, és néztem a streamjeidet, amik egyszerre voltak szórakoztatóak, informatívak, és, és úgy, és úgy általánoságban véve nagyon-nagyon jók. És ez, ez is a fő profilod, ugye? Tehát, hogy a Destiny és a, az, a, az orosz szerver szimulátor. Igen, igen. Hát én, én megpróbálom magamat egy, egy gamernek tartani, tehát hogy én például nem csinálok podcastokat, semmi más művészeteket, én, én tényleg a gamer vonalra álltam rá, és ezt szeretném megosztani a nézőimmel. És ja, hát Destiny, igen, Destiny az, amit mit kerestem, mindig próbáltam egy olyan játékot keresni, mert számomra az a fontos, én szeretem, ha egy stream informatív, meg szórakoztató. Tehát próbálom ugyanezt én is visszaadni, hogy ne legyek egy tufa a játékban, ne az legyen, hogy tényleg bugdácsolok folyamatosan, és Halló. nem tudom, mit csinálok. Haló! Haló! <laughs> Mi van? Annak is megvan a varázsa. Ja, hát igen. Meg, meg, persze, az is lehet szórakoztató, félre ne érzs, mert én, én, nagyon szeretem azt is, de hogy magamtól mit várok el, az inkább az, hogy legyen informatív, tudjak valamit adni a játéktudásommal a nézőimnek, illetve kommunikáció. Tehát én inkább feláldozom a, a kompetitív részét csak azért, hogy beszélgetessek a nézőkkel, mert szerintem a Twitchnek a, a lényege az interaktivitás, és, és ezt, én ezt rakom így előtérbe, ezt próbálom előtérbe helyezni. A, és ez előtérbe került az utóbbi egy évben, ugye? Mert hogy előtte te a, máshogy indultál el, és aztán rájöttél, hogy, hogy, hogy ez nem elégít ki teljesen. Emessess egy kicsit erről, igen, mert, igen. mert ez szerintem egy tök, érdekes, egy tök érdekes vonal, és egy olyan és egy aspektusa a, aspektus a Twitchnek, amit itt beszélgetés közben elég sokszor érintettünk már. Mm -hmm, igen, igen. Hát igen, én én, én mikor kezdtem el? Ha effektíven nézzük, akkor 210, 200, 2019 szerintem áprilisában kezdtem el úgy tényleg komolyan venni a streamelést, és úgy gondoltam, hogy akkor, onnantól kezdve megpróbáltam, tudod, szóval menetrendet csinálni, illetve tényleg rendszeresen streamelni, tehát, hogy minden héten legyen egy x, x mennyiségű kontent, és én Destiny-vel kezdtem, én imádtam a destiny akkor is ezt akartam megosztani, ez volt a cél. Én úgy gondoltam, hogy ez az, amit a, a nézőknek tudok adni, de nagyon rövid, úton, nagyon rövid úton, szerintem egy másfél hónap alatt rájöttem, hogy hát rohadtul nem néz senki. Hát szerintem az átlag nézőm akkor, most se sokkal több, azt aláírom, de az átlag nézőm akkoriban szerintem olyan 8-9 ember volt, azok nagy részek, 80% a, a klámból, amiben játszottam, Aha. jöttek nézni, hogy figyelj már, belőlem, hogy akkor legyen egy néződ, meg legyen az affiliate, partner, affiliate, izé, rank, és ö és hát nem nagyon nőttem, és nagyon hiú vagyok, és, és én nagyon szeretem a, a feedback, én, én nagyon figyelem a feedbackeket, így, így számilag is, tehát lehet, hogy nem kellett volna, de én nagyon néztem azt, hogy nagyon kell. basszus, másfél hónap alatt nyolcan néznek, és nem nő, és, és, akkor nem nagyon gondolkoztam el azon, hogy ö, mi miatt nem nő, hanem az, hogy, és, hogy ezt csináljam másképpen, lehet, és lehet, hogy a kitartásom hiányzik, vagy az, hogy ehhez idő kell, én azt nem értettem ugye az elején, és úgy voltam vele, hogy akkor, akkor váltani kell egy olyan játékra, ami lehet egy kicsit populárisabb itt Magyarországon. Mert Aha. külföldön mindig azt mondják, hogy kis játékot játsz, akkor felfedeznek, nagy játékot nem, mert elveszel, Magyarországon ez pont fordítva van, mert Magyarországon én úgy látom, hogyha populáris játékot játszol, akkor fognak látni, a, akkor fognak jobban látni, akkor kerülsz előtérbe. Ez a És, és elkezdtem fortnite amit mindenki nagyon szeret. És hát általában a közönség az valószínűleg szerintem, hogyha így belegondolok, akkor át, az átlag néző az olyan 10, 15 mínusz 15 Aha. alattiak leginkább. És hát nőttem, nagyon szignifikáns mennyiségben megindult a nézőszám, ami rohadt jól esett, és csapkodta a hátamat, hogy hát ezt akartad, hülye gyerek, végre van néző, de... É, és nagyon aranyosak voltak a srácok, félre ne értsétek, nagyon kedves kis fiatal társaság jött össze, amik aranyosak voltak, de én, én még nem akartam gyereket. Tehát ja. én még nem, nem, gondoltam arra, hogy gyerekem legyen, és azt éreztem egy idő után, hogy a játékok, ugye a fortnite nem, is, nem, is, volt, nem voltam benne rossz, ügyes voltam, de nem kiemelkedően ügyes és egy idő után azt éreztem, hogy ehhez sokkal több idő befektetés szükséges ahhoz, hogy ügyesebb legyek, nekem erre nincs időm, szóval inkább izé, szóval inkább ö, lelassulok, és próbálok ott is beszélgetni, viszont ö, és így nem élveztem, tehát arra akarok ezzel kijukadni, nem élveztem annyira, mint egy másik játékot, és sokan, sok idő után, ahogy a kicsik is ott voltak, egy idő után kezdtem azt érezni, hogy én ide óvobácsiskodni járok minden egyes délután, és nem azt csinálom, amit eredetileg elterveztem, hogy megosztom az én játékszeretetemet, meg azt, amit szeretek csinálni másokkal, hanem itt vagyok egy ilyen mókus csak azért, hogy jöjjön a nézőszám, hogy pörögjön valami, és nem élvezem, és rohadtul nem élvezem, a srácokat imádom, de én ezt nem tudom hosszú távon csinálni, mert, mert leég az agyam tőle. És hát akkor jött egy pont, hogy tényleg elgondolkoztam azon, hogy miért kezdtem el ezt csinálni, mit akarok belőle csinálni. Az, az elsődleges célom mindig az volt, egy nagy csapat álljon mögöttem, akik velem jönnek mindenhova, száz, akárhány száz fő, de hogyha ez lassan fog megjönni, meg utána, meg ha lehet, ez nem is lesz akkora, mint ahogy én elképzeltem, de egy kőkemény csapat lesz belőle, aki kisebb viszont erős, akkor, Aha. akkor az is tökéletesen megfelel, és úgy voltam vele, hogy akkor tartok egy három hónap szünetet, felejts el mindenki, hogy én valaha fortnite <gül> <gül> Illetve nekem is kellett egy, egy idő ahhoz, hogy, a, hogy, hogy egyszer, akkor a munkám is ö, sokkal több volt annak idején, ö, bepörgött, és tényleg oda kellett fókuszálni, és úgy voltam, hogy akkor összekötjük a kellemest a hasznossal, tartunk egy kis pihit, Átgondoljuk, mit is akarok, és akkor úgy jövök majd vissza, és akkor jövök vissza, amikor már teljesen tudom, mit akarok. Meg úgy, hogy akkor nem is fog csalódni, hogyha nem olyan számok, olyan mutat, olyanok jönnek szerem szembe, ami ami, nem, ami ami, lehetne nagyobb, vagy lehetne jobb. Aha. És, és így így döntöttem azt, hogy akkor most vissza a Destinyhez, vissza a Destiny streamhez, és akkor csináljuk addig, amíg jó, és amíg jó érzem magam, és akkor a számokat, meg mindenféle adatot kicsukok, és akkor tényleg fókusz a kőkemény erre a community amit szeretnék építeni, és lekapogom, hogy mai napra, szem a mostani, mostani időszakra is tudtam odáig, hogy tényleg úgy érzem, hogy amikor bekapcsolom a streamet, bármit streamelek, az a 20-25 ember, 30 ember, ők mindig ott vannak és mindig jókat beszélgetünk, és egymással is játszanak, és egymással kommunikálnak, tehát organikusan megnőtt ez a community, ami, ami geció tölt el, és leszárom, hogy nem 120 néző van, hanem csak 30, de ez a 30 annyira szuper, hogy nekem ez megmelegeti a szívemet, és, és minden nap már vá, minden nap várom, hogy, hogy beszélgethessünk, hogy streamelhessünk, hogy együtt játszhassunk, hogy, hogy megbeszélgethessük az ő bajaikat, az én bajomat, az összeset, és ez, és ez az, ami, ez az, ami jó ebbe a dologba. De szerintem sokan egyetértenek velem, amikor... Egyértelműen. Akkor, nagyon, igen. nagyon, nagyon sokan egyetértenek. Most nem is olyan rég beszélgettünk, beszélgettünk erről, és ennek kapcsán is akartam felhozni igazából a témát, hogy, hogy az algoritmusok, amik alapján működnek azok a platformok, amikkel mi tartalmakat gyártunk, azok néha azért belekényszerítenek olyan dolgokba, feltörekvő streamereket, amiket mondjuk lehetséges, hogy nem csinálnának uh, szívesen. Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy a, hogy, a, hogy a Fall Guys az egy, az egy szórakoztató dolog egy fél órára, de azt nem hiszem el, hogy ezer órát uh, lehet élvezni azt a játékot. Tényleg eff effektív nem, nem vagyok hajlandó elhinni, hogy azt, uh, hogy azt tényleg lehet ezer órát élvezni. Uh, de nagyon sokan vannak, akik ezen órákat streamelnek velőle, mert hogy, mert, 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 mert hogy nézik. És uh, szerintem meg kell találni azt az egészséges balanszot, ez a, ez a, ahogy a színészek gyártanak filmeket. Hogy uh, kettőt nekik, egyet nekem. Vagy kettőt Aha. nekem, egyet nekik. És uh, én nekem semmi bajom nincs azzal, hogyha, hogyha valaki egy, uh, valakinek a main játék a Fortnite, mert a Fortnite egy tök jó játék. Egy tök jó játék. Nagyon, én most streameltem belőle egyet, ilyen... Igen, mindegy, felejtsük el. És, és nagyon élveztem. Nagyon szórakoztató volt. Kifejezetten szórakoztató volt, és láttam benne ezt a long term appeal-t hogy az a játék az bizony simogatja a lelkedet. Tehát, hogy én nekem nem sok Battle volt, amiben 8-10-et öltem, úgyhogy nem nyertem közben, hanem, 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 megöltem magam. Viszont nagyon sok, nagyon sok olyan, olyan streamer van, aki belemegy ebbe a, ebbe a, a spirálba, hogy, hogy, hogy a nézőszám hajhászás, over bármi más, és nyilván van egy tök egészséges balansz, amit meg lehet, meg lehet találni. Nekem nagy szerencsém volt ezzel, a, ezzel, a, ezzel az Among Us dologgal, hogy, én ezt, hogy ezt ennyire nézték, és én ennyire imádtam. Hm. És igazából imádom a mai napig, de nagyon, nagyon várom, hogy jöjjön valami frissítés, hogy újra elő lehessen, elő lehessen venni. De szerintem minden, minden streamenek meg vannak ezek a kiugrási, kiugrási lehetőségek, amikor valami, valami betalál úgy, hogy ó, bazd meg, ezt nagyon szeretem, jó is vagyok benne, és a nézők is szeretik. Tehát, hogy ez a, ez a ja. van ez a három, három alappillér, a szeretem, a nézik, mi volt a harmadik? Na mindegy, van. Nagyon... jó, is, jó is vagyok benne. Ja, és jó, jó is, is, vagy benne. benne. És általában ez a, ez a ez, ez, ugye ez a válasz kettőt piramis nem piramis háromszög, ez a válasz kettőt. Uh -huh. És nekem ez a folyamatosan ez a válasz kettőt dolog volt meg benne, és végre jött egy olyan, ami nem egy piramis, sem egy vonal, és nem kell jónak lenni az amongázban, us ahhoz hogy, ahhoz, hogy ez egy szórakoztató dolog legyen. Igen meg az nem is az a kompetitív játék az Among Us, az tényleg az arra, ez egy, nekem az, az az érzésem van az Among us állandóan, ha Among us nézek, amikor a régebben a vasárnap leültünk a családdal, és akkor elő csaptunk valami csásos játékot, vagy kártyáztunk, vagy bármi más, és akkor most toljunk egy három óra közös hülyes hülyéskedést. Full ugyanez az. az. érzés, és, el, és ez jön le róla, és pont gondolom, pont ugyanilyen érzés is. Ja, úgy pontosan ugyanilyen érzés. Én nagyon-nagyon-nagyon élveztem, hogy ez tényleg egy, egy, ilyen gyilkosos társas játékból jött ez a játék igazából. Fejlődött ki idáig, és mennyire ügyesen át lehetett ezt ülteni, ültetni, videójátékban, nem is gondoltam volna. Meg sem fordult a, 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 fejemben igazából. A nem feltétlenül muszáj egyszer belőni azt a háromszöget, és utána ahhoz tartani magad. A... Nem, ez ez, 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 így van, csak és ez, ez a háromszög, ugye ezt nem belövöd. Ez vagy, vagy, adja, adja a gép, vagy nem adja a gép. Ezek, ezek, ezek a lehetőségek vannak. Legalábbis én, én úgy gondolom. De, de igen, én egy, én egy ilyen nagyon privilegizált helyzetből, helyzetből jövök. Alapvetően. Úgyhogy ez, 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 így, ez így hozzátartozik. Mióta Destinizál? Fú, nem tudom. 2010, de tudom egyébként, 2018 november óta. Ezt így, ezt így be van, be, van, be, van, vésve az agyamba. Ugye akkor volt ingyenes a Destiny, emlékszel rá, te akkor hagytad abba körülbelül. Amit Nagyjából igen. Hogy te a Forsaken előtt hagytad abba, ugye volt a Forsaken Expansion, én meg akkor kezdtem, mivel hogy egy hét, nem is egy hétig, egy hétvége alkalmából ingyenessé tették akkor is a Destiny-t, ki lehetett próbálni, és ö, ugye akkor a régi expansion lehetett kipróbálni, a forszéken előttieket, és én körülbelül egy óra, 40, nem, inkább két és fél óra játék után úgy döntöttem, hogy akkor már tejelem is ki a pénzt az expansion mert hogy annyira megtetszett a játék. Én, én nagyon szeretem az FPS sútereket, az egyik olyan zsanra, amit én nagyon imádok, illetve én nagyon régen fiatal koromban MMO-ztam, amit már nem nyomok, mert valahogy már nem fog meg egy, aki ismeri a Lineage 2, kicsit hasonlít a, a World of Warcraft-ra. Én egy egész barátság, baráti kört vesztettem már majdnem a Lineage miatt, úgyhogy nekem beleill. <laughs> Na ennyi, akkor megvan. <laughs> Igen, lehet bele időt rakni, és, en, és én úgy éreztem, hogy a Destiny az valahogy a kettőnek a... Meg szerettem a Borderlandsot is, szóval ez, ez valamilyen mix a játékok között, ami egyszerűen megfogott. Tehát van benne raid boss, amihez csapatkoordináció, kommunikáció, minden szükséges. Van benne PvE, ahol csak csillásban lövöldözheted a szörnyékéket. Van benne, van benne PvP, kompetitív PvP, amit, ami, hogyha pvp zi szeretnél, az is van, illetve a gameplay és a baszó az A gunplay és a baszó hentkenölök. E, ezek, ezek a kis pisztolykák, amik vannak, ez egy airsoft pisztoly, mielőtt valaki megnézi. Ezek, annyira imádom őket, annyira imádtam a játékban, olyan jó a mechanikájuk, jó velük lőni, jó érzés játszani, eszméletlen szuper. Eszméletlen szuper, és szerelem volt első látásra, igazán. És abban. ez a Destiny legnagyobb problémája is egyben, hogy az, hogy miért csodálatos és zseniális ez a játék, az nagyon gyakran nem jön, el, nem jön elő streamben. És hogyha van valami ez probléma, úgy a, a, általában a stream alapján vásárolok, meg videó alapján vásárolok játékokat dologgal, az az, az hogy a, az, hogy egy játéknek milyen a grafikája, meg hogyan épül fel a narratívája, uh -huh. ahhoz jön egy még egy pillér. -ha! nagy, nagy pillérgyerek vagyok ma, a, az az, hogy milyen érzés, milyen érzés játszani, mert papíron a, a, a Red Dead Redemption 2 az minden idők legjobb játékának kell, hogy legyen, mert gyönyörű, iszonyatosan jók a karakterek, baromi jó a sztori, egészen addig, még le nem ülsz és meg nem próbálod irányítani, mert onnantól kezdve így szétpukkad a, a lufi egy másodperc alatt. Legalábbis számomra, de azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy abban nagy, nagy vitának helye nincs, hogy a Red Dead Redemption 2 az nem arra született, hogy te kényelmesen és békésen irányítsad, hanem nem tudom, ez egy ilyen, ez egy ilyen rockstar szarbaz meg, hogy Én nem, nem próbáltam egy normális még. irányítást írni egy játékhoz. A GTA 5 is abnormális. Hm. Na mindegy, szóval a destiny ez a, ez a a rákfenéje az én olvasatomban, hogy, hogy az tipikusan az a játék, amit egy milliószor jobb játszani, mint nézni. Ez így van, ez így van. Akár Bár sok... is... Bocsánat, kérek. Bocsánat. Majd, ja, igen, mond, csak hogyha játszod, mond. akkor utána szívesen nézed. Mert főleg szívesebben nézel egy jobb játékost, mint amilyen te vagy. És nekem haver egyértelműen ez, hogy, hogy egy csomó minden olyan, olyan ilyen nux crackis dolgokat tud a játékban, amiről nekem fogalmam nincsen, meg uh, nyilván nekem ez a, ez, a, ez a, fajta skill ez nem, nem létezik, ami, ami, amivel, ő, <laughs> amivel ő opera a PvP-ben, úgyhogy ez az, amit így az ember szívesen, szívesen néz, ha már tudja, hogy miről van szó. Ez így van. De ez bármi másra igaz. Én, 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 én a visszatérve erre, hogy hogy jön át a játék, illetve hogy vásárol az ember játékot. Én személy szerint mindig úgy nézek streamert, hogy a játék, ha játék döntés miatt nézek egy streamert, én nem azt keresem meg, aki a legjobb, meg a legtöbb nézős, én mindig azt keresem meg, akit szeretek, aki például mondjuk, hogyha akinek a véleményére adok, és éppen szerencsém van, hogy ő játsz. Nem mindig játszák azok a streamerek azt a játékot, akiben megbízok, de láttam már olyan embert, aki úgy adott nekem tanácsot, vagy volt már rá példa, hogy tanácsot kaptam, és, az, amit ő elmondott verbálisan, az nekem teljesen átjött fizikálisan, amikor játszottam azt a játékot, és tudom utána, hogy amikor ő, amikor ő, véleményezi ezt a játékot, és ahogy ő azt megjegyzés, ahogy ő mondja, az valószínű nekem is úgy fog átjönni, szóval én, én általában mindig olyanok alapján választok, aki, akit ismerek is, nem a, nem, a jobb, nem a nagyobb streamer, hanem az, akinek a, a kisebb mondjuk az, aki, akivel sokat lehet beszélgetni erre vonatkozóan, mert sajnos a nagyobb streamerrel ne sose fogok tudni elbeszélgetni erről detailt, hogy miért tetszik neki, meg hogy, de a kicsivel meg tudom beszélni, és ha találok egy olyat, akinek a véleménye 90 plusz százalékig átjött, Igen. akkor én mindig rá fogok hallgatni, hogyha ilyen kérdésekbe, vagy ilyen döntésekbe akarok menni, valószínűleg. Igen, a nagyobb streamereknél inkább, inkább így organikli tudsz tanulni a játékról. Tehát, hogyha van valaki, aki, aki, mondjuk, aki mondjuk, a játék stílusa, meg, meg, az ízlése nagyon hasonlít a nagyon hasonlít a tiedre, akkor, akkor ott érdemes, mert hogy ő organikli azokat a dolgokat fogja csinálni nagyjából, amiket te is csinálnál, és azokat a dolgokat fogja exploitálni, amiket te is exploitálnál. Nekem Koch Carnegie-en, egyébként, aki... Kokarnic, tudom, a szemüveges, okay. szakállas, igen. alacsony fiú, aki, aki benne van a cyberpunk és és ö... igen prédikál. Így van. Nekem igen. Ő, egy, ő egy másodperc alatt tud meggyőzni bármiről, aközött, hogy ő fellőtte megjelenés előtt az első Wasteland három streamjét, és között, hogy én elküldtem az e-mailt a Microsoftnak, hogy azt ö... az én kopim, hol van geci? A... között szerintem hát egy fél óra talán eltelt, de hogy, de hogy nem több. És kokkárni Kok nekem egyértelműen ilyen, hogy, hogy nem tudom nézni, mert ha játszik valami új játékkal, akkor nyilván nem akarom elszpojlolni magamnak, úgyhogy pont azt a fél órát néztem a Wasteland 3 streamjéből is. De, de igen, tehát, hogy nagyon nehéz, nagyon nehéz úgy informálódni, hogy még nem is teszettünk rá magadnak igazából, igazából az, az élményt. Viszont egyre fontosabb, mert ki uh, kibaszhat drága a videójáték. Most a Wasteland 3 például nem, nem egy jó példa, mert 300 forint a Game Pass, amiben benne van. Igen. De de mondjuk egy Cyberpunk kapcsán. Hát igen, azért 60 euró, 60 euró volt annak idején, nem is emlékszem, 60 euró volt ugye, amennyire én vásároltam, szerintem. Azt hiszem, Azt 60 euró volt, mély. de hogy, de hogy pé, uh, igen, 60 eurón maradt, mert hogy nem volt ugye dedikált Next Gen verzió. Az majd elméletileg az év végén az jött. Majd erről egy kicsit kicsit részletesebben is fogunk beszélni, mert már mert kijött egy cikk, aminek a kapcsán most most erről egy kicsit mélyebben és egy kicsit jobb rálátással, rálátással lehet beszélni. De térjünk vissza hozzá. Te ugye nem Magyarországon élsz? Így van, így van. És te nem egy, egy politikai menekült vagy, hanem... Hála jó Istennek, nem, <laughs> igen. 1080p a stream, igen, Dani. Eszembe jutott, eszembe jutott reggel, de nem azért, mert 43-szor írtad be az aranyhalszobába. Van egy szobánk a, a Discordon, ahova beírják az emberek azokat, amiket mondok, hogy emlékeztessenek rá. És, és az az aranyhalszoba és nem tudom, hogy hányszor írta be, de minden alkalommal elfelejtettem, viszont rád néztem, eszembe jutott a Destiny, és arról beugrott a stream. Úgyhogy, úgy, úgy, igazából, igazából havernak köszönhetően 1080p újra a stream. Megelőtte havernak köszönhetően is volt 936p a stream. Igen, igen, tehát, hogy csináltál egy problémát, és aztán megoldottad. Úgyhogy én nincs, nincs, benn, nincs bennem harag. Szóval te alapvetően nem, nem Magyarországon élsz, és nem is azért mentél ki, mert azt mondtad, hogy euh, na nektek aztán a kurványátokat. Nem, nem. Nem, én, 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 imádom, én imádom, én imádom, én Szegedi vagyok. játszok egyébként, én én imádom Szegedet, én nagyon szerettem ott lakni. Én. Euh, Szeged. Szögödöt. Szegedet. <laughs> szegedet, abszolút szegedet. Valamit rossz. nem? Rosszul, mm -hmm. rosszul. Már Semmit. már magyarul se tudok? Bassz. Nem 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 nem, <laughs> nem, 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 csak. Uh, csak uh, van, de nagyon rég akartam mondani, hogy micsoda egy szögedi lány. De... Igen, igen. Szóval, van, ja, Szeged, Szeged, Szeged a téma. Szeged a téma. És én nagyon szerettem, mert nagyon sokan, ugye, általában azt halljátok a külföldi élő magyarokról, hogy mi nem mész oltóra, otthon minden rossz, semmi nem jó, és tényleg azért mennek el, mert vagy otthon, nem, nem tudom, miért mennek el. Nagyon sokan kimennek, mert úgy gondolják, hogy külföldön találják meg, azt a lehetőséget, amit otthon esetleg nem nevezzük így. Én, 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 nekem egyáltalán nem volt a gondolataim között, hogy én kiutazzak. Nekem egy jó tánctalárom, ja, azt nem tudjátok, én, 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 hat éves korom óta néptáncolok, én tánctagozatos voltam gimnáziumban, a második gimnáziumomban én táncot végeztem, és, és balettba voltam tréningelt, modern táncot csináltam, illetve néptánc. Magyar néptánc, és később nemzetközi folklórba is otthon voltam, szóval én egy táncos gyerek vagyok, már most már nem látszik, mert azóta a karantén alatt följött rám egy extra kis cucc, de, de ne, be, ne beszéljünk erről szerint. Ne beszéljünk, ne beszéljünk. Mondjuk, Ez azt a, az, hogy, téma. mondjuk azt, hogy uh... <hih> idáig, idáig, mutatom magam. Így van. Szerinted én Most innen, innentől lefele megy a kamera? <hih> Teljesen jó. Kicsit lejjebb, mert nem már látszana a téma. Na viszont igen, és egy kedves tanárom volt, aki aki kintáncolt 15 évig Amsterdamba, és ő mondta, ez egy ez egy nemzetközi folklórra, és nagyon sok magyar folklórra épülő nemzetközi táncszínház volt, és ő itt táncolt, és ő azt mondta, hogy figyelj, Árpi, ugye elvégeztem a sulit, mit szeretnél csinálni, mik a terveid, van itt egy lehetőség. Éppen most éppen, Szia éppen most keresnek táncosokat és miért nem próbálod meg? Most ez egy jó sztori, mert én, én, én anyukám még akkor már elváltak szüleim, és akkor anyummal értem, és anyu nagyon nem tudott nekem még egy repülőjegyet se kifizetni annak idején, Aha. és nekem volt egy, volt egy kicsi kocsim, amit édesapukámtól kaptam ö, ö, ballagásra, és én a, én a kocsimat adtam el, én a kocsimat adtam el, hogy ki tudjak utazni Amsterdamba egy meghallgatásra. Tehát nekem egy bés, egy bés korzám volt, a 120 ezer forintért tudtam annak idején eladni, és az pont elég volt arra, hogy vegyek egy repülőjét oda, vissza, és arra a két éjszakára, amíg ott voltam, addig hotel tudjak fizetni a közel a, a táncegyütteshez. Szóval én így mentem ki, ezt nem is mondtam neked. Igazából. Ez nagyon durva, ez egy, ez egy ilyen a, 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 táncolós film első azért, kockája. Jontra Én... volt, -e elbújhatna az, az, az Grissel mögöttem, meg minden. <hállt> Jontra volt, <hállt> elbújhatna most már mindennel. <hállt> szóval, ja, jó, ez, ez történt, és és kimentem, és és, és apukámtól kaptam egy ilyen GPS-t, mert nem, akkor még nem volt okos telefon, ugye? A mi időnkben, emlékszem, a mídre, még a, éve, eml a mi időnkben. emlékszem. emlékszem. Nem emlékszem. Nem és egy ilyen... Hát ez a, tudod, az ez a, ez a, tipikus, egy nagyon faszó GPS, ne lehúzza a farmerodat is még, az izé a térdedig, és azzal nézegettem, hogy hogy kell odajutni, tudod, az együtteshez, meg minden, be is kellett mennem egyszer egy ilyen internet kaféba, hogy megnézem pontosan, hol is uh -huh. van a téma, mert lemerült a GPS, mert az csak másfél órát bírt, mindegy. Lényeg a lényeg, hogy így mentem ki Amsterdamba, meg volt a meghallgatás, rá két hétre kaptam egy e-mailt, hogy sikeresen fölvételt nyert az együtteshez, és akkor szeretnénk, hogyha két hónap múlva megjelenne, a lakást intézték a fizetési papír előtte, hogy mit, mit várhatok, Aha. mi lesz, és hogy fölvettek, és hogy szeretnék, ha munkába állnék, 2010. november 13-ától kellett munkába állnom, és, ja, és, és, akkor, akkor kezdődött az egész, és onnantól, onnantól indult nekem az amsterdami karrierem, úgymond. Tehát, hogy te 2010 Ö, vége óta kim vagy? 2010. november 13 volt a munka napom kezdete, 2010. november 11-ben mentem be az első kecomba, és azóta én itt élek. Megszakítás Szeret... nélkül. Aha. Szereted egyébként? Érdekes, érdekes, érdekes. Tehát szeretni szeretem, egy teljesen más világ. Azt, azt beszélgettük is mi hogy ö, amit én érzek, amit én a legtöbb, az a legtöbb, amit elszívtam minden ebből az országból, az nem az a zöldség, amit ja. itt ö, ismernek, hanem az a, az a fajta mentalitás, amit az, itt az emberek ö, képviselnek. Itt telje, más a gondolkodás. Én nagyon nyugodt lettem, amióta kiköltöztem. Nagyon, nagyon csilles. Nagyon... Én, én azt érzem, hogy egy csomószor, amikor beszélgetek emberekkel, régi barátaimmal, ég és föld már a gondolkodásmódunk, akár egy szimpla dologhoz is másképp állunk hozzá, szóval én nagyon sokat köszönhetek gondolkodásmódilag ennek az országnak, viszont nagyon sokszor azt érzem, hogy egy, egy, egy otthoni, egy otthoni légkör azért hiányzik, tehát azért, azért, azért valljuk be, hát magyar vagyok, Magyarországról jöttem, és, és én, én nagyon szeretek, én nagyon szerettem otthon élni, és még mindig nem azért jöttem ki, hogy, hogy más. A gyökereket nem nagy... lehet kitépni, akármennyire is ne... Nem. akármennyire is szeretnéd, meg én rengeteg, már-már csak okod van kitépni ezeket a gyökereket. Nem Igen. tudod. Nem, nem. És és más, azt, azt viszont nem tudom. Tehát nem tudom elmondani, hogy mi az, ami hiányzik, de sokszor hiányoznak dolgok. És ezt nem most, és ezt nem az elején vettem észre, mert én nagyon gyorsan adaptálódok. Engem ledobtok egy közegbe, én bármihez tudok adaptálódni, hm. eszméletlen gyorsan és de viszont, viszont szerintem egy olyan 6-7 év után kezdett el kijönni rajtam az, hogy van egy minimális honvágyam, és tudom mi, én, én dolgoztam 6 hónapig, nem, nem hazudtam, mert nem megszakítás nélkül voltam Amsterdamban, hanem fél Már évet hazudni. dolgoztam külföldön, innen külföldön. De mindegy, ez gyorsan elmondom, tehát kijöttem, táncoltam, három évig itt voltam egy, egy aztán itt is beütött a gazdasági válság, és sajnos elkezdték elveszegetni a pénzeket a művészetektől, és az én színházam becsukott. Ekkor átmentem, dolgoztam az Amsterdami operánál, plusz párhuzamosan az én együttesemnél, de az Amsterdami operánál is ugye egyre több együttes csukódott be, vagy zártak be, és egyre több lett a táncos, akik egyre több munkát akartak itt, ott, és ott is már válogattak, a fizetések lejjebb mentek, és már kisajtóltak kisajtoltak belőlünk, amit tudtak ott a táncosokból, Aha. és az se lett egy jó munkahely, sajnos pénzügyileg nem lehetett belőle megélni. Aztán egy, és ott is hagytam egy idő után, a táncegyüttesemet is, mert sajnos ők se bírtak ö, hosszú távon fizetés prezentálni, hanem inkább ilyen hakniszerűen lehetett hozzájuk is menni, mivel Aha. hogy nem volt annyi állami támogatás. És a vége az lett, hogy így elgondolkoztam, hogy mit akarok az élettől, szeretnék-e pénzt, vagy akarom ezt a hivatást még tovább csinálni, és ö, átmentem más dolgozni, mellette hobbi szinten maradtam táncos, és ö, egy idő után a táncot abba hagytam, mert nem tudtam a, a meló mellett csinálni, szóval azóta utána abba hagytam a táncot, és ö, ja, hát azóta a stream a hobbi a tánc helyett. És mi volt <laughs> a, tehát, hogy akkor, amikor, akkor, amikor azt mondták, hogy, hogy a táncoló így kihúzzák a, Kiúzzák a szőnyeget most egy időre a világválság miatt. Akkor nem fordult meg a fejed, hogy hazajössz? Nem, 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 nem. Nem, mert én ott éltem már akkor három éve. Én azt mondtam, hogy itt élek, én, én jöttem ki, közben szerelmes lettem a, a városba is. Nagyon szerettem Amsterdamot, nagyon, nem tudom, egyszerűen én úgy éreztem három év után, hogy én itt élek, és itt kell ezt megoldani meg nem akartam visszamenni anyukám nyakára. az legutolsó hmm. dolog, amit akartam, hogy én a szüleim támogatásából éljek bárhol is. Szóval ah. én nem, nem akartam visszamenni, úgy volt hogy itt élek, meg ez az én szituációm, ezt kell itt megoldani. És ja, hát megoldottuk. Megoldottuk. Nagyon És... érdekes, amit mondasz egyébként, mert tökéletesen, <coughs> tökéletesen értem azt a, fajta, azt a fajta honvágyat, aminek igazából nem, nem tudod így rárakni az újadat. Nem. Ö, hogy, hogy pontosan mi is az ami Igen. hiányzik, és mi is az, ami nem, tehát, hogy nem tudatosan hiányzik, hanem, hanem így az életedből hiányzik valami. És uh, én arra jutottam, hogy valószínűleg az ami, az, ami hiányzott, az az, hogy akarok egy embert magam mellé, aki hosszabb ideje ismer, mint öt éve. Tehát, hogy akinek, akinek mondok valamiféle referenciát, legyen az, mit tudom én, egy, egy magyar referencia, amit nyilván senki nem ért uh, külföldön, mm -hmm. vagy valamit mondjuk a, a gyerekkoromból, akkor tudja, hogy miről beszélek. Á, tudja, értem, hogy mi mentem keresztül. De, de. De ugyanakkor szerintem ez minden, minden, expertnek, uh, minden expertnek a sajátja, hogy tudja, hogy, hogy ha fiatal felnőtt korodban egy valamilyen általánosságban működő demokráciában szocializálódsz, akkor onnantól kezdve sokkal nehezebben tudsz elviselni bármi ilyesmit, ami, ami mondjuk itt a West Balkánon egy, egy mindennapi dolog, és az emberek már így fel sem húzzák a szemületüket mm -hmm. miatta. Nekem a, a vesző paripám az még mindig a customer service, ami, ami, ami Magyarországon nyilván nem, nem, létezik, tehát hogy nincs, nincs igazából olyan, hogy, hogy customer service, egy kicsit nyugatabbra, nem kell nagyon sokkal nyugatabbra menni. Ott viszont egy annyira alapvető része a szolgáltatásnak, hogy, hogy hogyha valaki Magyarországon akarna vásárolni valamit külföldiként, és, és azt a szolgáltatást kapná, amit kap, soha többet nem venne semmit. Valószínűleg igen. Soha többet. Úgyhogy nekem, nekem ez, ez, az, ami megmaradt, megmaradt a külföldi, külföldi létből. Most már lassan kilenc éve itthon vagyok. Úgyhogy mm. így uh, homályosodnak, homályosodnak már a dolgok. Meg nyilván nagyon sokat változott a, a, kinti helyzet is azóta. De, de ez, az, ami, ez az, ami velem maradt. És, uh, és lehetséges, hogy soha többet nem fogom tudni levetkőzni azt, hogy én elvárom azt, hogy a pénzemért azt kapjam, amit megígérnek. Hmm, ez, ez, nekem pont nem. Én, én, én ezt, én ezt tök, legalábbis ez, én ezen a, a dolgon nem is gondoltam egyáltalán. Én ezt... Mert ez... nem jöttél haza. Az mondjuk igaz, ez mondjuk igaz, ez mondjuk igaz, és ezért vannak bennem ilyen, ez nem csak egy ilyen, 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 képzeletbeli dolgok vannak, hogy mi hiányzik otthonról, lehet, hogyha otthon élnék, nem is hiányozna, de tényleg egyszerűen, nem az egész légkör, én a légkört mondanám, nekem az a fajta, az a fajta lég, meg, meg, meg azt, hogy magyarul is tudok be. A légkör, a magyar nyelv. Én ezért is streamerek magyar nyelven. Sokan kérdezték, hogy Árpita, miért nem angolul streamelsz? Hát külföldön élsz, folyékonyan beszélsz angolul. Miért nem angolul streamelsz? Azért, mert én szeretnék magyarul beszélni, és a barátnőm ő, 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 kolumbiai. Kolumbiai, én azt hittem holland. Várjál, ez egy trükkös téma, ez egy trükkös téma. Tehát a barátnőm, ő kolumbiai viszont Arubában nőtt föl. Ami, ami Hollandiához tartozik, Hollandia, és aki Arubába születik, illetve Arubába ö, van, ő, ők nekik mind holland állampolgárságok. állampolgárságuk, van, köszönöm szépen. Aha. És ő kolumbiai, Arubában nőtt föl, de holland papírokkal rendelkezik. Tehát ő szorov mindenhonnan van. Na, gyerekek, <laughs> azt kell, azt kell tudni erről, hogy volt, volt egy volt a világban egy időszak, ami a gyarmatosítás Így időszaka hiszem. volt. Én akörül születtem. Tehát, tehát én még emlékszem arra, amikor a amikor Rubában nem állt zászló, se holland, se semmilyen, és viszont egy holland gyarmat. Bocsánat, de muszáj volt megelő, megelőznem azt, hogy valaki beírja ezt. Így van. És egy nagyon szép sziget hozzá kell tenni, egy gyönyörű szigetről beszélünk. Jártál arra? Két és fél kőkemény hetet, 2019 nyarán, oh, ott yeah. nyaraltunk. Izé, barátném kis családjával, nagyon szuper volt. Gyönyörű, gyönyörű sziget, tényleg egy ajánlom mindenkinek, eszméletlen, eszméletlen szép. Mióta vagytok egy, nem tudom, hogy, a, hogy a, mennyire lehet belemenni a magánéleti dolgokba. Én 200 ig őszinte vagyok, ez az egyik problémám is, szóval nyugodtan bele lehet venni bármiben. Nyugodtan. Kérdez, kérdez. A... Az érdekelne, az érdekelne, hogy neked mondjuk abban, hogy te otthonra találtál Hollandiában, mekkora szerepet játszott az, hogy az initial, gondolom, hogy magányt, amit, amit éreztél, az be tudtad tölteni egy párkapcsolattal. Egy párkapcsolattal, vagy egy párkapcsolattal? Hát e egy párkapcsolattal. Ezzel a párkapcsolattal. Nyilván hogy csak egy kíváncsi kérdőbennézést. Nagyon vicces vagyok, korán. ha, ha, ha. ha, ha. Ö, Számít, illetve nem is számít. Tehát ez a két dolog ö, fontos és nem fontos itt. Vagy nem ez ez hülyeség. Tehát ö, én úgy gondolom, hogy az elején, amikor kijöttem, volt volt az első magány, amikor tényleg nem tudtam rakni a dolgokat, illetve amit, ami, ami fontos volt, hogy én akkor is beszéltem angolul, viszont a gyakorlati használata az angolnak másmilyen volt, mint amit én tudtam, szóval egy ideig tartott nekem, míg, míg tényleg így, így be tudtam szocializálódni a, ide a társaságba, és ö, az én poénjaimon röhögtek, meg minden. Szóval egy ideig tartott az, amíg meg tudtam ö, a saját magyar gondolataimat át tudtam ültetni az angol beszédbe. Azt, Ez egy ideig magad eltartott. Az, 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 hogy ki tudod fejezni magad egy bizonyos nyelven, az nem azt jelenti, hogy vagy az, hogy beszélsz egy bizonyos nyelvet, az nem azt jelenti, hogy ki tudod fejezni magad és hogy mire a, a személyiséged meg tudja ugrani azt az ilyen language barrier az idő. Igen. Az tényleg, ráadásul hosszú idő. Szerintem te, po, aki külföldön él, az pontosan tudja, hogy miről beszél. Leesett akkor... nálad, és le, tegnap le, le, le. nálam is leesett. <laughs> Nekem mindig leesik, egyszerűen nem tudom úgy főragasztani, hogy jó legyen ez, a, ez Én most lesz. vettem ilyen, ilyen spray ragasztót, úgyhogy ez most már csak a fallal együtt jön. Na igen, én nálam is csak én albéretben lakok. <gül> igen, ezt <laughs> uh, én is most úgy csináltam meg, hogy mondom, Jócsi biztos, hogy ide költözik a stúdió. Igen, 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 mondom biztos, jó, akkor veszek két tubust ebből a cuccból. <laughs> a hurkez bébi oda miatt van. Ez így van, ez így van, mert egyébként azért van a bébi hogy fogja azt a szart, de egyszerűen ki kell rúgnunk, mert nem, nem. Nem Ennyire, se, a ennyire sem képes? Ennyire sem képes, pedig elvileg vele van az erő, de mindegy, engedjük hát el. Hát meg egy egész Disney Plus sorozatot vissza hátán. Így van, aztán egy izé, egy, egy ilyen uh, szivacskát nem bírál. Na de mindegy. Megalja. Szóval! Ja, szóval azt mondtam, hogy aki, aki kinél külföldről, az biztos vagyok benne, hogy tudja, miről beszélek, mert az, hogy tényleg tudsz kommunikálni, és megérteted, és, és jól megérteted magad, és tényleg normálisan kommunikálsz, ez egy dolog. De amikor az összes gondolatodat át tudod ültetni egy másik nyelvbe, és már magadévá tudod tenni azt a nyelvet, tehát amikor már nem is gondolkozol, csak már jön belőled a, a, a másik nyelven az a gondolat, amikor azon a nyelven gondolkozol, az egy más tészta, és nekem ez szerintem négy éven betelt, három-négy éven betelt, amíg 200%-osan úgy éreztem, hogy én, én ki tudom magamat teljesen fejezni. Nem azért, mert rosszul beszéltem, hanem egy olyan szintre kerülni szerintem idő. Szerintem idő. Idő, mert, mert nyilván azért szerepet játszik a, a, a language barrier, mint olyan, meg szerepet játszik az is, hogy az embernek Végtelen bizalomra van szüksége, hogy elkezdje magát Igen. kifejezni akkor is, amikor tudja, hogy nem Pontosan. tudja kifejezni magát még. Így van. És mi magyarok ráadásul olyanok vagyunk, hogy hogyha mi kellemetlen leszencióba kerülünk, akkor inkább kussalunk, ismerem az anyukámat, ismerem az apukámat, az egész az összes baráti köröm olyan, hogy ha nem tudok jól angolul beszélni, akkor inkább nem is beszélek. És nem. Apukám, és anyukám volt az első, aki tökédi volt, hogy átpróbálta ezt törni, mert amikor az első. Angolul beszélő barátnőmet megismerte, ő nem érdekelte, hogy milyen kellemetlen, ő azt mondta, hogy én már pedig beszélgetni fogok a barátnőttel. Igen. És kézzel, lábbal el akarta mutogatni, és, és ennyi, nulla szégyen volt benne, és ez a jó hozzáállás, mert így megy az ember előre, és így tud tanulni. Viszont, mivel, hogy van bennünk egy nagyon erős korlát, és ez bennem is bennem volt, ezt nagyon nehéz leküzdeni magadba. Ez, ez, egy, ez erősnek kell lenni, hogy, vagy meg időnek kell eltennie. időnek kell eltelnie. Ja, ja leginkább az, az. Az első évemet az egyetemen, azt úgy buktam be, ahogy. Tehát, hogy ilyen esélyem nem volt átmenni semmiből, ja. mert annyira készen voltam, hogy én úgy mentem ki, és ez, ez kicsit, a, kicsit az oktatási rendszer, meg kicsit a, kicsit a, a családomnak a hibája. Három angol tanár van a családunkban stressz. Uh -huh. És uh, én 98%-ot írtam a TELC vizsgán, ami ez egy, ez egy nyelvvizsga, de hogy egy kicsit ilyen szakmai, mert ez egy, uh, ez egy felkészítő nyelvvizsga arra, hogy uh, hogy nekem az egyetemre kell -e plusz egy évre mennem azért, oh. hogy az első év az így ilyen felkészítő év legyen. És uh, a 98% az azt jelenti, hogy, hogy a, a telc szerint, hogy én igazából bárhol megállom a helyem, ahol angol nyelvet kell használni. A, na de nem az újságíró szakon. Mert az, hogy én, az, hogy én meg, tudtam ezt, meg tudtam ezt írni, és tisztában voltam a, a nyelvtani szabályokkal, amivel Angliában egyébként a populáció 80%-a nincsen tisztában, a, az engem nem jogosít fel arra, hogy angolul kreatív szöveget alkossak. Bármilyen formában. És, és ezzel, ezzel nekem nagyon isz, végtelen volt ezzel kapcsolatban. Végtelen. Mondom, vagy, hát én nem állok neki leírni ezt a cikket, mert most leírom magyarul, azt lefordítom, vagy mi a faszomat csináljak. Hát én angolul nem vagyok képes létrehozni azt a szöveget, amit tudom, hogy magyarul meg tudnék írni, és ebből kifolyólag kiadnám a kezemből. Úgyhogy, ö, úgyhogy az első évem az nekem ezzel telt, hogy ah, eh, nope, 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 nope. A, Az a, a tök érdekes, hogy, tök érdekes, hogy mondod, hogy, hogy hogy, hogy, Hollandia, tehát, hogy nem látod, meg nem érzed annyira a Hollandia perkjeit, mert hogy kinnélsz tíz éve most már. Igen én itt éltem le a 20-as éveimet, szóval nekem ez ilyen granted. Neked ez, neked ez abszolút granted. Tehát, hogy például az, hogy a, ha nem követitek a híreket, Hollandia kormánya nem mondott. De hogy így egy az egyben, a sztori az nagyjából annyi, hogy a 2012-ben, ugye a, a világválság után nagyon sok holland család került uh, meglehetősen uh, súlyos anyagi helyzetbe, és a holland kormány effektív egy részét ezeknek a családoknak csalóként uh, kezelte, hogy uh, hogy ők igazából uh, át akarják verni a, a kormányt. És, uh, és kiderült, hogy, uh, kiderült, hogy a kormány tévedett. Úgyhogy a kormány kiállt az emberek elé, azt mondta, hogy sajnáljuk, tévedtünk, és lemondott a kormány. Tehát az a helyzet, hogy ezt Magyarországról úgy nézzük, mintha egy, egy, egy sci-fi-t néznénk. És... Neked meg gondolom, hogy ez így, ez így ilyen természetes, hogy, 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 így, működik egy, így működik egy ország? Hogy valaki hát, elkúrja, nem is akkor tudom. elmegy? Én őszintén szó, igen, hát nem tudom, nem tudom. Igazából ebbe bele se gondoltam most, hogy így mondod, én nem is gondolkoztam el ezen, hogy, hogy ez nekem természetese vagy sem. Hát engem ez vesz körül, én, nekem ezek, a, ezek az etalonok, szóval én ehhez tudok viszonyítani. Szóval én nekem mindig az a meglepő, amikor anyuval mal szoktunk beszélgetni ilyen izé, havi rendszerességgel, és ők mesélik, hogy mit történtek otthon, mi, ilyen, ilyen, tényleg ilyen havi egyszerű, mi történt a nagyvilágban, mi történik a nagyvilágban beszélgetés, és akkor szoktam én meglepődni, hogy nem mondott komolyan, hogy tényleg így, tényleg úgy, hát ez rossz, meg hogy hát ez izé, és akkor olyankor mindig úgy örülök, hogy, 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 hogy valamilyen szinten egy más közeg vesz körül, és félre ne értsetek, nem arra gondolok ilyenkor, hogy egy másik országban ének mert hanem az, hogy, hogy, hogy más, más dolgok történnek körülöttem, mint a, ami, ami ott történik. Szóval nem, ne, nem akarok itt izé, mert nem akarok oda át, átesni a ló másik oldalára, hogy beszélek itt az izé ország ellen, de én nagyon, én a 20-as éveimet itt éltem le, én nagyon, nagyon egy egészséges, healthy, kiegyensúlyozott fiúnak érzem magamat, így tíz év Hollandia távlatából, és szerintem sokat adott a közeg. Nagyon-nagyon sokat adott a közeg, a közeg ahol élek, és ebiatt vagyok ilyen, ilyen zen. Az a helyzet, hogy, hogy nem tudják az emberek, hogy tényleg nem tudják az emberek, hogy milyen az, amikor nem, nem napi szinten foglalkozol ezzel. Mert hogy, mert hogy azok az emberek, ugye a demokrácián van az a, az a végtelen szopó, hogy rengeteget kell vele foglalkoznod. Rengeteget. El kell menned szavazni, nem tetszik valami, ki kell lenni az utcára, és uh, és hideg van, és meg egyébként is bazd a, Megint a marika bazd meg nem tud BCC-ben küldeni egy e-mailt, hanem CC-ben küldi, hogy mindenki lássa, idióta fasz. Tehát, hogy így megvannak az embereknek így a, a, a saját problémáik, és erre még rájön az, hogy, uh, hogy neki még azzal is foglalkoznia kell, hogy közben kilopják a szemét. Meg, ez mondjuk lehet igaz. Én nagyon nem foglalkozok politikával. Az én politikai tudásom az, az mínusz tíz, minusz tízes szinten áll. Én, én nem tudom, én az a fajta srác vagyok, aki, aki ha érdekli valami, akkor utána megy annak az egy dolognak. Tehát én célulányosan tanulok. Én, én, én nem... Meg ez, 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 ez itt, ez, ez mondjuk, ez, per, ez személy szerint, ez azt hiszem, hogy ez itt nagyon divat, hogy az oktatásban és mindenhol is, hogy a, ha valamire mész, akkor azt így fogod tanulni, és nem egy széles spektrumú nagy izét kapsz mindenből egy kicsit, hanem te ide jelentkeztél, te ezt kapod, de ebből kurva sokat. Szóval én körülbelül én így is gondolkodok, hogyha valami érdekel, akkor annak nagyon utána megyek, de egyébként, ha valami nem, akkor annak nem szoktam. Szóval én például politikába, én azért nem is szeretek róla beszélni, mert én én egy, én egy tufa vagyok, én, én nem tudok megszólalni sem. Meg beszélgetni róla. Vannak érzéseim, különböző nagyobb dolgokkal, meg nyilván a nagy dolgokkal képbe vagyok, de úgy egyébként, Isten ment. Szevasz, szevasz. Ez a. Ezt kívánom mindenkinek. Árpi, ezt kívánom mindenkinek, hogy senkinek ne kelljen ezzel foglalkoznia, mert nem tudom, hogy tömegek mentek-e az utcára, amikor ez kiderült, vagy bármi ilyesmi történt-e, de, de lehet, hogy nem kellett. Tehát, hogy nélküled is megoldotta ezt a, ezt a, a kormány, hogy ja, bocsánat, hát ezt, ezt elkúrtuk a viszonthallásra. Ja, ja, ja. Te azon kevés emberek egyike vagy, aki aki végig játszotta a Cyberpunkot, ugye? Igen. És azon igen. még kevesebb emberek egyike vagy, aki nagyon élvezte? Hát, ja, igen, igen. Én nagyon élveztem a játékot. Én az engem a sztori teljesen magával ragadott, és a játék kinézete magával ragadott. De most őszintén, szamuráj, szamurájkardok vannak benne illetve cyber, világ. Ki ne szeretné? Én, én mindig is oda voltam a szájber, szamurájos, ninjás minden szarér, és valahogy én imádtam, én imádtam ezt a játékot. Az egész atmoszféra, a történet, a, a történet szálak, a mellékcselekmények, minden olyan jól meg lett írva az egész, hogy eszméletlen a bagok, a bugok, ami benne volt, az eszmélet, néha, néha könnyesen röhögtem magamat, egyszer volt, hogy lekapcsoltam a játékot, de az, 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 az játszottam, és fölbaszott egy idő után, hogy nem tudtam kijönni egy bagból, és úgy gondoltam volna, hogy oké, okay, most már elég, és holnap újra kezdjük. De, attól, de ez nem vett el a játékélményből. Ez nem vett el a játékélményből. Nem vett ja, Nem. A... Nem. Vardin, nagyon-nagyon szépen köszönöm a három hónapot, nagyon-nagyon drága vagy, és a lofok. Nagyon-nagyon köszönöm. A, én streameltem belőle egyet, és uh, PS5-ön. Oké. Okay. Felszínetlen jó. Lehetett, és nem? Hát, nagyon szuper volt. Uh, teljesen felesleges a PS5 hozzá, mert a PS5 az annyit tud, hogy, uh, hogy normális framerate-tel játszol lovon. Igazából. Tehát, hogy nincs, nem jelent meg a játék next-gen konzolokra ez nem jelent meg ps 5 a játék, hanem a PS4-es verziót uh, tudod úgy játszani, hogy a Igen. több erőforrásnak köszönhetően uh, nem nem annyira kellemetlen. Kellemetlen, de nem annyira kellemetlen. És az első stream után, uh, ugye én nem játszottam vele, azt mondom a, a megjelenés előtti nap uh, streameltünk uh -huh. egyet, aztán kijöttek a kijöttek a tesztek, azokat végigolvasgattam, és uh, és utána nyilván kitört a botrány. Ja. És akartam ja, nézni, ja. hogy mondom, a de, mielőtt streamelünk, egy kicsit játszom még vele off-stream, hogy lássam, hogy, lássam uh -huh. hogy mennyire mennyire komolyak a, a bagok, meg hogy hogyan is néz ki ez a játék, meg yeah. mit is kellene vele csinálni, meg hogy mi a, mi a helyes megoldás streamerként ebből a, ebből a szempontból. És uh, crashelt, droppolt, bagolt uh, végig, és azt mondtam, hogy akkor én ezt most még köszönöm, nem. Ez valószínűleg az hogy jó játék lesz egy év múlva, és, és, ennyi. Köszöntem, köszöntem szépen. Nagyon sajnálom, hogy ez, hogy ez ideig, eljutott. A másik fele viszont ennek az, hogy nagyon örülök, hogy, hogy az a lufi, ami, amit így a, a, CD Projekt az, az így fújt maga köré az elmúlt egy évtizedben. Mert nem tett ez jót senkinek, Isten igazából nem tette ez jót senkinek. Azt hiszem, hogy februárban, tavaly februárban, amikor bejelentették az első, első csúszást, mondtam azt, és nagyon remélem, hogy kiklipelte valaki, mert kértem, hogy klippeljétek ki, hogy ez a játék a megjelenés utáni három hónapban nem fog működni. Hm. A játszhatatlanságig lesz rossz és uh, szerintem nem, nem klippelt ki senki. Hmm. Csak azokat klippelik ki, amikor kellemetlen dolgokat mondok, kontextus nélkül. Azt, azt azonnal, az szólni se kell. Szólni se kell. Hmm. De ez vicces egyébként, én, mert, mert nagyon sok nagyon sok volt a hype körül. Én, én egyébként lehet egyébként év, hogy én emiatt voltam ezért egyébként elég, vagy ezért egyébként emiatt vol, élveztem én ennyire a játékot, mert én nem ültem rá a hype vonatra. Én mindig, én, én, én őszintén, én, engem nem érdekelt az, izé, a cyberpunk. Olyan jó, van még egy izé, még egy játék, megint föl van hype -olva. meg, én récs annak idején, és én arra hype és akkor a csalódás volt, hogy 45 perc, vagy egy óra játék után én abba hagytam a Récs 2 mert annyira, a, egy egy Doom-like játékot vártam, viszont minden egyes harcomért kellett utaznom másfél órát tetves autóval. És én Igen. ezt nem élveztem. És elraktam. És én a cyberpunk val úgy voltam, hogy ne, akarom én játszani? Nem akarom, nem tudom. És nem válpolódtam. Egy héttel a megjelenése előtt, az új legutolsó december 10-e előtt egy héttel voltam úgy, hogy lehet megveszem. Lehet játszani fogok vele. Álfraz se tudja. És én december 9-én vettem meg a játékot, hogy másnap streamelhessem és játszhassam. És ennyi, semmi hype nem volt bennem. Leültem, ja, megnéztem pár embert ugye a megjelenés előtti dátumba, benéztem ide-oda, amoda, hogy milyen, wow, jól néz ki, ú, ezt akarom holnap játszani. És megvettem, és játszottam, és ö, én, én az a streamer vagyok, aki 45 percet legalább játszik a játékkal, mielőtt streamre rakja, csak hogy kiteszteljem, hogy mit bír a Aha. gép, hogy, hogy rakja, főleg egy olyan játéknál, ami ami köztudottan ingadozó teljesítmény, nevezzük így. És úgy, uh, én eljátszottam az e, a cyberpunk I, elejé. Is. és addig játszottam vele, biztos, aki játszott, emlékszik rá, amikor az elején Jackivel beszéltek a kiosknál, annál az ázsiai kiosknál, Aha. ahol autó, házak, emberek, ott az az egy hely volt, ahol a legjobban ledroppolt az FPS, nekem legalábbis az egész játék alatt, és addig optimalizáltam a beállításaimat a, a, az Nvidia panelban, meg az izé, a játékba, hogy az a rész, ahol ott szétesik a játék, jól nézzen ki, a streamen is, meg nekem is, illetve teljesítményben elfogadható legyen. Nevez, jó mondjuk azért, nekem egy 1080 ti van, azért az egy high-end hardware, még mindig, még ebben az évben is. Szóval nyilván ez egy band grafikás kártyával nem működött volna, de ezt megtettem, és iszonyatosan élveztem a játékot stream alatt is, és egyébként is, mert annál le, hogy úgy voltam, hogy annál nem menjen lejjebb a grafika, illetve az FPS nem is ment, és én azt vártam el, hogy ez teljesítse, és nagyon sok helyen fönntebb volt, de annál lejjebb sose ment, és én elégedett voltam. Én, én leadtam az igényeimet, eddig tartott, és nagyon szép élmény nyújtott nekem az egész. Um. Én egy nagyon furcsa mixe vagyok, a játékos társadalomnak egy nagyon-nagyon furcsa mixe, mert az egyik oldalról egy kiégett videójátékipari veterán, aki 15 éve dolgozik ebben, és nem valószínű, hogy meg lehet lepni nagyon-nagyon sok mindennel. A másik oldalról viszont a személyiségem az egy három hónapos kölyök labrador lelkesedése és naivitása. És ez, ezt, ezt gyúrom össze valahogy egy ilyen teljesen ungodly thing-szerű mixé, ami, ami, nagyon vicces dolgokat, dolgokat tud szülni. A cyberpunk működés képtelenségében én, én a teljesen biztos voltam, tehát az, amikor megjelenés előtt két hetet egy játékom, nem számít az ég egy a világon semmit, két hét alatt a piás stratégiát tudott felépíteni, és nem a játékot. Úgyhogy, uh, <coughs> úgyhogy ez, azért, ez azért egy elég várható dolog volt. De már az évelei csúszás miatt is teljesen várható volt. Uh, én abszolút high-prepellent vagyok, uh, tehát, hogy én nem nézek trailereket például. Nem, nem, nem vagyok hogy egy trélert nézek meg mindenből. Én a Last of Us 2-nek úgy álltam neki, hogy az E3-os bejelentő trélert néztem meg, és azt mondtam, hogy jó, teljesen mindegy. Teljesen mindegy, jöjjön. Jöjjön. És uh, nekem is egy csalódás uh, váltotta ki ezt a, ezt a High repellent uh, dolgot, ami a Dragon Age 2 volt. Nekem a Dragon Age 1 az rajta van a top 10 játékomon, all time. A top 10, a top 10 listámon. És uh, én úgy vártam a Dragon Age 2-t, mint, mint, a kibaszott messiást. Hogy, hogy hát ez, ha ebből adnak nekem még többet, akkor én innentől kezdve a videójátékos karrieremben nem kérhetek többet soha. Tehát, hogyha uh -huh. ez, ebből adnak nekem még egyet. És a Dragon Age 2 az, a, az, amikor, amikor nagyon várod, és elindítod, és látod, hogy hm. valami nem sti... Na, de majd mind, mind lehetséges, hogy uh, egy pár óra múlva. Mert hogy ez biztos csak az intro. Intro rész, és az, uh, és az, ilyen. És aztán a mész tovább, és akkor még mindig nem. Tehát az első karakterre, és még mindig nem. Aztán elindul a sztori, mindig nem. Na, az már úgy. És aztán utána így, így, így bele a földbe. Úgyhogy uh, én onnant onnantól kezdve így nem építettem magamban semmiféle, semmiféle hype-ot. A, a cyberpunk pedig igazából ugyanígy voltam. Addig mesétek el, hogy nektek melyik volt a legnagyobb videójátékos csalódás, ami így, uh, rá ráeszméltetett titeket a, 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 legcsúnyább valóságra. A, a Cyberpunk most azért, azért, azért jött fel újra, nyilván most nem azért, hogy belerúgjunk még egyet szerencsétlenbe, hanem Jason Schreier, akiről nem tudom, hogy, nem tudom, hogy hallottatok-e, ő a Kotakunak az újságírója volt, most a Bloombergnél dolgozik, egy ilyen, a, ugye nincsen nagyon sok ilyen mainstream, nagyon kiemelkedő alak a videójáték újságírásban, de Jason Schreier egyértelműen, egyértelműen az. Ő írt egy könyvet a Blood, Sweat and Pixels címmel, amiben kilenc ilyen hányattatott fejlesztésű, vagy sorsú játéknak a fejlesztési ciklusát veszi, veszi sorba 100 plusz interjú alapján és zseniális, nagyon-nagyon jó a könyv, nagyon sok mindent tanít neked a, a, a játékfejlesztés jelenéről, meg hogy hogyan is működik ez a, a, valóságban. És, és nyilvánvalóan mindig, amikor van egy ilyen botrány, például az Anthem kapcsán is volt, akkor is ő volt az a whistleblower, aki a kapcsolatainak hála fel tudta tárni azokat a problémákat, amik miatt az Anthem olyan lett, amilyen. Lett. Úgyhogy uh, amikor, ki, amikor kijött a Cyberpunk, és, uh, és ugye, hogy is mondjam, szembe jött az, hogy mit, mi, milyen is ez valójában, akkor, uh, akkor már vártam, hogy, uh, hogy Jasonnek meg fog jelenni majd a, a cikke, és ez tegnap meg is történt, vagy ma hajnalban, attól hogy honnan nézzük. Január 16, ma hajnalban, reggel 6-kor. Hm. Úgyhogy, uh, ezt be is linkelem nektek, hogyha szeretnétek elolvasni, tök, tök érdekes, három dolgot érdemes kiemelni belőle. Az egyik az, amit szeretnék mindenki számára egyértelművé tenni, de erről már beszéltünk, amikor, amikor a Cyberpunkról beszéltünk, hogy nincs az az Isten, hogy ne tudta volna mindenki, akinek köze volt -e ez a játékhoz, hogy ez a játék nincs kész, a megjelenésre. Nincs az az Isten, hogy valaki, aki tudott játszani ezzel a játékkal a megjelenés előtt, azt mondta, hogy adjuk ki. Nincs ilyen. A másik, ami egy sokkal izgalmasabb téma, az a játékfejlesztői Isten komplexus, ami az egyik, az egyik kedvenc, kedvenc és tragikus jelenségem a, a, a videójátékiparban. A, anélkül, hogy most így megszegnék bármilyen titoktartási szerződést, ami még három évig köt. a, a neokor ugyanebbe a hibába esett bele a, a, saját a saját játékaival, ők ugye egy alapvetően ARPG-ket gyártó cég, és ORPG-ket uh, is csináltunk. Mindig. És uh, akkoriban 45-en voltunk ebben a cégben, és a cél az volt, hogy jobb játékot csináljunk, mint a Diablo. A, a Diablo-t egy, uh, egy másik small indie company csinálja, úgy hívják, hogy Blizzard. Uh, egy picivel többen vannak, mint, uh, mint 45, és ugye egy kicsivel több resource áll, uh, rendelkezésükre, mint mint ami egy, egy magyar indie fejlesztő cégnek, akár mennyire is a Neocor nem egy, nem egy szegény cég. És uh, ez az, ez az egész hosszú felvezetés igazából csak azért van, mert, uh, mert uh, nagyobban, de ugyanebben a hibába esett bele a, a, Cyberpunk is, és a CDPR is, akik előtt a, az egyébként nagyon hasonló dolgokat csináló Rockstar Games áll, a példaként folyamatosan a gta vel meg a, meg a, meg a Red Dead Redemption-nel csak uh, a Witcher 3 at 250 ember rakta össze, a GTA 5-öt A a Cyberpunk-ot már 500 ember rakta össze, és uh, de a a az RDR2-t pedig pedig három rockstar stúdió. Tehát, hát nagyon nehéz, nagyon nehéz ezeket, ezeket összemérni, főleg, ha még belegondolsz abba is, hogy a CDPR egész egyszerűen struktúrájában nincsen berendezkedve arra, hogy 500 embert tudjon kezelni. De hát, ez nem, nem, így működik, hogy, hogy egy év alatt felveszel három év alatt felveszel 250 embert, és azoknak mind meg lesz a helye, és lesznek középvezetők, akik irányítják ezt az egészet. És de a Cyberpunk szétesésének végtelen, végtelen, is egy, egy oka van, és szerintem nagyon kevés, kevés embert lepet meg. A, mármint szakmabeli embert lepet meg az, hogy, hogy mi történt a, mi történt a Cyberpunk-kal. Úgyhogy ennyi, ennyit akartunk még erről elmondani, mert, mert, engem, engem végtelen, végtelenül sért. Végtelenül sért ez. És egy csomó, csomó, ilyen van a, a játékvilágban, ami megőrít. Tényleg megőrít. Hogy, hogy ilyen piedesztálon vannak játékfejlesztők. Ápi, ki a kedvenc játékfejlesztőd? Hú, nincs kedvenc, anki? nincs kedvenc. Én, 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 nem mondanék, én nem mondanék nevet, mert én nekem nincs kedvencem. Én az a baj, hogy ez, ez, idő, ez idő és ö, éppen attitűd függő nálam, hogy éppen mi az, amiben játék, játszok éppen, mi az, amit éppen szeretek, és éppen melyiket mondanám neked, ami éppen abban a pillanatban a kedvenc játékom, de én nem kötöm fejlesztőkössel. Szóval én nekem nincs egy olyan banda, amitől ez a játék jön ki, akkor biztos jó lesz, én, én, elengedem a fejlesztőt, én a játékot nézem. A játékot szóval így... nézett csak. Tehát, én a játékot a... nézem, a... tehát nem azt mondom, hogy na, hogyha ez a stúdió, vagy innen jött ki, akkor biztos jó lesz, mert őket szeretem, köszönöm, hanem... Bigfe, ja, játék, vagy... én őket szeretem, hanem nagyon a játék, játszom. Én, nem, nem kötöl be az arcot, nem rakom mellé a stúdiót a játéknak, a... meg, meg legalábbis akkor... a fejlesztő csapatot, hanem tehát, ez, hogy ez a játék... Olyan, hogy, hogy ó, meg, ezek csinálták ezt, úgyhogy ez mm -mm. biztos, hogy kurva jó lesz. Nem én, nem, én nem rakom őket, tehát én nem fogom, nem fogom egy hogy pozitíva hozzáállni azért, mert ők csinálták, de nem fogok ugyanezért negatívan se. Tehát most teszem azt, hogyha kijönne a Cyberpunk után egy másik játék a CDPR-nak, ami, 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 mondjuk szimpatikusnak tűnik elsőre, és, és, biztos játszani akarnék vele, de emiatt a nagy blama miatt én, én nem ítélném meg másképpen. Jó, benne lenne itt a kis háttérben, hogy hát volt itt valami probléma, lehet, hogy itt is lesz, de én, én, ezt tök el tudom engedni. Tehát én, akkor a én, én, egy ilyen full, nézed. én egy ilyen full average consumer vagyok. Én odaülök, játszok, jó volt, élveztem, vége. Ennyi. Én, én nem, én, nem, gondolom túl. Én a játékért játszok, élveztem. Ha nem élvezem, kikapcsolom. Ha zavar, hogy ezért fizettem, akkor izé problémázok. Itt per pillanat nem zavart semmi. Tök jó volt. Egy kibaszott jó. Húsz órát játszottam bele. Streamen extra 40 órát offstreamen, 60 órát beleraktam, 60 óra, 60 euró, tök jó volt. Imádtam. A story kurva jó, a grafika kurva jó, nekem ennyi kellett. És, és ez és a legjobb. Ez, és én ez, örültem. Ez valószínűleg a legjobb legjobb hozzáállás, hogy ö, nekem, nekem, neked. Fejlesztési szempontból jövőre gondolva nem ez a legjobb hozzáállás, mert kell az is, aki baszogatja az ilyen embereket, akik elbasszák, akik a, akik, akik nem adják azt, amit ö, megígértek, mert hogyha ők nem lennének, akkor ez a projekt nem menne előre, nem lenne fejlesztve, nem lenne jobb. Tehát én én az az arany középút vagyok, aki, akinek mi jó, akinek mindegy, aki, aki, aki megveszi, aki lejátsza, aki jó. Akinek jó, de nem biztos, hogy én vagyok az, aki, akinek ezt véleményezni kell, mert egyébként akkor nem fejlesztik, nem, akkor nem fejlődik. Szóval én, én örülök, hogy nekem jó volt, mint egyén, de... És uh, igazából end of the day ez a legjobb. Tehát, hogy amikor ez én, én én, én a, az Animal Crossing fölé googolok, és leszarom, és ez relatíve gyakran előfordul, akkor az azt jelenti, hogy én vagyok az, aki az Animal Crossingot leszarja. De ugyanakkor én vagyok az a srác, és aki a legboldogabb attól, hogy, hogy Hunter nagyon élvezi, hogy viki nagyon-nagyon élvezi, mert hogy boldogságot okoz embereknek. Na, Ugyanakkor van ennek a... Meg, hogy Idris nagyon élvez. Igen, mindenki élvezze. Persze, nagyon, nagyon örülök, hogy nektek jó. Szuper. Ne legyen, ne legyen kötelező. Jó, Dani, neked is nagyon örülök. De te nem is játszol vele! <síns> <síns> úgyhogy te ne, ne halózzál, az meg. A, az, hogy mi bajom az Animal crossing -a, az, az kifejtettük, kifejtettük már egy párszor. A Rector Raptor, lehet, hogy velem van a baj, de ha megveszek egy játékot, kipróbálom, ha nem tetszik, akkor rifándolom, és nézek egy másikat. A, de sose akadok ki, hogy ezt hogy képzelték, vagy miért ilyen szal, stb. Ez a szememben annyira first world problem. És uh, itt jön vissza az a Customer Service uh, pet pívem, amitől egész egyszerűen nem tudok szabadulni, hogy nem bazd meg! Nem. Nekem az időm drága nincs belőle sok, ez egy megszámlálható mennyiség. Nekem, ha mutatnak valamit, hogy ezt vedd meg, mert ilyen lesz, az bazd meg, olyan legyen, főleg, hogyha kipengettem 28 000 forintot érte. Igazad is van egyébként. És Én nem a... vagyok ilyen, tisztelem a véleményedet például erre van. A... és nekem, nekem, ez egy, nekem, ez egy, ilyen alap, alapvető, alapvető dolog, hogy, hogy régebben, Régebben most tényleg nem akarok ezzel a bezeg az én időmben dologgal jönni, de a marketing az egy elhanyagolható százaléka volt egy fejlesztési büdzsének. Most már vannak játékok, amiknek eléri, a, eléri effektív a felét. Sőt, vannak olyan játékok is, mint a Raid Shadow Legends, amit három forintból csináltak meg, és minden más arra ment rá, hogy mindenki tudjon róla, hogy ez a játék ez, ez létezik. És működik az meg, mert még mindig küldik az e-maileket, hiába válaszolok nagyon-nagyon nagyon kellemetlen dolgokat most már. A, kereslet kínálat. Szóval az, hogy te ezt így el tudod, el tudod magadban rakni Raptor, ez egy tök jó dolog. Azért, mert, azért, mert egy konszumer vagy. És neked az a fontos, hogy neked jó legyen. Tehát, hogy te saját magadért tartozol felelősséggel, ami azt jelenti, hogy te megvettél egy játékot, azt mondtad, hogy "áh, ez nem az a játék, amivel én játszani akarok. Refundolod, end of the day, jó idő, nem vesztettél igazából semmit, csak időt. Na már most, én bennem van egy nagy adag uh, ilyen professzionális felháborodás, amikor amikor valami ilyesmi történik, mert tudom, hogy hogy lehetett volna elkerülni azt, hogy uh, azt, hogy ez történjen, és uh, nagyjából ki tudom találni, hogy mi történt a háttérben háttérben, ami miatt ez történt, és uh, én nagyon sok mindent uh, elviselek, de vannak olyan dolgok, amiktől, amiktől automatikusan 240 lesz a pózusom, a, az ártatlanok bántása, a bajba jutottak kihasználása, és azt a hülyének néznek. Az, az, az az, amit én, az az, amit én nem tudok elviselni. És uh, és az a helyzet, hogy egyre többször és egyre többen akarnak akarnak hülyének nézni, mert mert van pénzem, amit szívesen költök el, és mindenki azt akarja, hogy nála költsem el ezt a pénzt. Viszont engem ebből kifolyólag egyszer lehet hülyének nézni, mert az, amit egy bizonyos szolgáltató csinál, csinál csinálja másik ezer nagyon könnyen elérhető másik szolgáltató, Úgyhogy úgy, hogy, úgy hogy engem egyszer, egyszer lehet úgy Isten igazából hülyének nézni. A, amellett, hogy streamerként én azt gondolom, hogy azért valamiféle felelősséggel tartozom, hogy, hogy, hogy azok, akik mondjuk miattam vesznek meg egy játékot, per se, azok, azok, egy informál döntést hozzanak, és ne azt lássák, hogy a hülye gyerek, az tényleg kölyök labradorként Uh -huh! Uh -huh -huh -huh! Hanem, hanem, tényleg tudjanak egy, egy informál döntést hozni. Hát, de azért, azért nagy részében informál döntés így van, de azért a vélemény nagy rész szubjektív egy ilyen játékban, nem? Tehát én mindig azt érzem, hogy hiába próbálok objektív információt adni, ilyen informatív van válaszolni minden egyes kérdése azért azért nagyon-nagyon ráhat az, az, én, az, én, élményem és a, és a szubjektív véleményem az ilyen dolgokra. Szóval mindig én például mindig úgy ajánlok, hogy ezt ezt én így gondolom, nem biztos, az a baj, hogy az én szeret, a te szereteted, mondjuk a téged néznek, és látom, ért, hogy Destinizel, egyszerűen megfog az az érzés, hogy baszik, én játszani akarok ezzel a játékkal, mert a dév hogy küldi bassz ki, azt odaülök, de szar ez a játék, és igazából én a tesz szeretetet élveztem, és nem is a játékot fogom. De attól elmondtam, hogy figyeljetek, srácok, ezt ne vegyétek meg, mert ez ilyen, mert ebbe a gameplay jó, de a, a, in the end of the day, úgyis a szubjektivitásodat is bele fogod nyomni ebbe, a, ebbe az informatív packagebe, be mert, mert egyszerűen az elengedhetetlen ahhoz, hogy élvez, vagy az, hogy csináld ezt a dolgot. Szerint és ha az tudnád, az hogy mennyire mind... élvezem, haver, ha tudnád, hogy mennyire élvezem, hogy lehetek végre szubjektív, mert a a videójáték iparban töltött éveim alatt a újságíróként csak az objektivitás. Tehát én alap... Tehát, hogy nekem, nekem nyilván benne volt a stílusom hozza magával azt, hogy én éreztetem azt, hogy, 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 hogy mit érzek, meg hogyan érzek, Persze. mert hogy alapvetően, alapvetően a kritika az egy, az, egy, az egy szubjektív műfaj, viszont viszont nyilván nagyon vissza kell fognod magad, tehát nem nem lehetsz annyira definitív, egy nem objektív dologgal a kapcsolatban, mint amennyire mondjuk streamerként az vagyok. Uh -huh. Mert hogy én nem kritizálok, nem kritizálok már játékokat, hanem, hanem véleményt nyilvánítok. És a véleményem az értelemszerűen értelemszerűen szubjektív. Viszont ettől függetlenül, én a szubjektivitás mellett azért próbálok arra odafigyelni, hogy. Hogy, hogy, a tények rendelkezésre álljanak. Tehát, uh, tehát uh, most például, aki, aki megveszi a Destiny-t, az tudja azt, hogy, uh, hogy ez az egyetlen MMO-szerű játék, amiből uh, a harmadik évében kivették a tartalomnak a felét. Tehát ezt, uh, ezt tudni kell, hogy, hogy az egyetlen játék valaha, amiből kivettek tartalmat. és onnantól kezdve meg leírható az, hogy még így is játszunk vele, Te. De valószínűleg geci jó, és az a helyzet, hogy tényleg az. Az a tartalom már a Jír 3 nem volt tartalom. Az a tartalom akkor volt tartalom, amikor kijött sajnos már az idő elteltével, az elavult, és már nem a játszó, nem, a, nem, a, nem aznak a része, amit játszik az emberem tartalomba. Szóval én, én nem hazrakszok azért, hogy kivették, de... Hát ja, régi játékosként, tartalma. azért mert te már megtapasztaltad azt a tartalmat, de mi van azokkal az emberekkel, akik akik most akarnának játszani? Mondjuk, mondjuk végigjátszani a warmind vagy akár... Azok Igen. megnézik a Youtube-on, mert fölvettem. Hát, megnézik a Youtube-odon, de most már aztán a az kurva jövő. életben nem tudod elmondani nekik azt, hogy mennyire kurva jó volt az igaz, Nem, ez igaz, ez igaz. Ez Tehát, igaz. A tehát, hogy nekem, nekem, nekem ez egy ilyen nagyon érzés. Az egyetlen dolog, hmm. amiben amit így értek ezzel kapcsolatban, hogy hogy a Bungie nagyon őszinte volt. Tehát, hogy érezték a, érezték a büdös szart, hogy, 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 hogy most effektív tartalmat veszünk el, amit már kifizettek, sőt, amit extrában is kifizettek a, a, az emberek, mert hogy még DLC tartalom is távozott a, a, a játékból. Ettől függetlenül ők nagyon nyíltak voltak azzal kapcsolatban, hogy ahhoz, hogy tudják tovább fejleszteni a játékot, és uh, tudjanak olyan tartalmat hozzárakni, aminek van értelme is, és uh -huh. uh, és, uh, és a, a gírt tudják normális mederbe terelni, ahhoz szükség van ahhoz, hogy egy kicsit beláthatóbb szkópú legyen a játék. Ez és, így van. Ez és így ez, van. Szerintem, ez szerintem tipikusan az a fajta kommunikáció, ami ami egész egyszerűen zseniális. Amit én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, mert kurvára nem piár. Kurvára nem piár, ha igaz. Ha ez nem, ha nem, akkor nyilvánvalóan át vagyunk baszva, de itt jön be az, hogy, hogy, hogy a én bízom. Így van. Nekem is az a benyomásom, hogy igazából ez egy, ez egy őszinte, transzparens kommunikáció, amit folytattak a kommunitiük felé, és elég fokuszú Az összes kommunikáció, Tudod mit? Mondjuk az, hogy ők a kedvenc, ők a kedvenc, a a kedvenc, ilyen szempontból, mert én, én, én lehet, hogy nem, mert nem voltam sok helyen, nem voltam sok helyen, és nem figyeltem sok helyen, hogy milyen kommunikáció jön a, a stúdióktól, de én nagyon szeretem, ahogy ők kommunikálnak. Én nagyon szeretem a heti tvabokat, én nagyon szeretem a reakciókat a twitteren, én Aha. nagyon szeretem az, hogy a, a, egy dolgot nem szerettem, a cheaterek el, cheat ellen való kussolást ö, négy hónapig, és nem adresszeltek semmilyen problémát, ami volt. És nem és egyszer csak jöttek valami, oké, okay, berakjuk a two-factor authentication amikor már négy hónapja sírt a community, de egyébként ezt leszámítva én úgy gondolom, hogy a kommunikációjuk tökélet, tökéletes a, a community felé. Én én töké, én, tök, tök, én úgy érzem, hogy minden héten kapok valami információt a, a roadmapről, az, az minden, hogy merre halad a játék, merre halad az egész, de ez, de, ez, az én, ez az én véleményem, ez az én benyomásom. Lehet, tök hülye vagyok, és tök, tök szarú gondolom, amit ö, ők csinálnak, de én nekem ez az érzésem például a Bungie fele. És ez így is, ez, ez szerintem egy, egy, megalapozott, megalapozott érzés. Én, én nagyon szeretem a, a, a már, én nem szeretem a Halo-t, tehát szerintem a Halo az nem egy, nem, egy különösebben, nem egy különösebben jó játék, végtelenül tisztelem azokat az alapokat, amiket, amiket leraktak, a, mert az, hogy hogyan működik egy FPS konzolon, azt annak köszönhetitek, hogy a Bungie megcsinálta a Halo-t. Tehát, hogy az volt az alap, és erre épültünk, ahogy, a, ahogy, ahogy az ORPG-knek is van egy, van egy gyökere, és ahogy mindennek van egy, van egy gyökere, a konzolos FPS az, az a Bungie-nak köszönhető jelenlegi, jelenlegi állapotában és nagyon kevés olyan fejlesztő van, aki azt, amit kitalált, az képes egyen magasabb szintre emelni. Uh -huh. Nagyon kevés ilyen fejlesztő van, mert akármit, nagyon sok mindent el lehet mondani a destiny hogy nincsen olyan kurva jól optimalizálva a, a gear rendszer, hogy, hogy nem tudják átadni azt a geció lort, történet formájában, ami egyébként a játékban De. van. Tehát rengeteg, rengeteg támadási felület van, viszont ezek végtelenül tehetséges fejlesztők, és én ebben a tehetségben bízom. És, és ezért, ezért bízom ezekben a srácokban. A, a másik, a másik része a, 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 dolognak, hogy és itt most írta valaki, hogy, hogy CDPR-ban is bízott az emberek 80%-a, csak Igen. Csak a CDPR-ban való bizalom az a tájékozatlanságból a ered. Tehát az a helyzet, minden megszépít egy kicsit az idő. Én játszottam a, a, a Witcher 1 amikor megjelent, játszottam a Witcher 2 amikor megjelent, és játszottam a Witcher 3-mal is, amikor megjelent. Egyiket sem játszottam végig, egyik sem működött megjelenéskor, egyik sem volt egy különösebben, különösebben jó játék megjelenéskor. És uh, a Witcher 3-ban is igazából az egyetlen dolog, ami tetszik, az, a, az ahogy a narratíva felépül. Ez, ez, és pont, és nekem, nekem, nekem igazából ez a Witcher tipikusan az a játék, amit sokkal szívesebben nézek végig egy streamben, mint hogy én magam végig játszam. Mert uh, nekem az irányítás például nem tetszik. Szia, Koser! Szóval uh, a CDPR hátterében azért vannak meglehetősen, meglehetősen sédi dolgok. Valami joda Ja, de ezt csak te látod. Ezt csak te látod. A streamben nem látszik. A streamben nem látszik? Nem, <laughs> ja de tényleg, de... a streamben nem látszik. Kiragyítottál. <laughs> Ops, oké, okay, hello. Szóval a CDPR hátterében is vannak meglehetősen, meglehetősen shady dolgok, amik így valahogy nem igazán kerülnek előtérbe. Úgyhogy gyerekek, ha valamit nyertünk ezen a ezen a ezen egy egész cyberpunkos botrányon, akkor az az, hogy, hogy meglehetősen sok ember számára kiderült, hogy a CDPR egy pontosan ugyanolyan fejlesztő, mint amilyen minden más nagy fejlesztő, ugyanarra, ugyanazon az iparon dolgozik, mint amin az összes többi fejlesztő, és ugyanazoknak a marketing szabályoknak kell megfelelnie, mint aminek minden más is hogy egész egyszerűen, hogyha tolod a játékot, és befolyásolod a review-kat, többet fogsz eladni. Ennyi. Ennyi. És mivel, hogy a CDPR az nem, a, nem az a kiadó, aki a Ubisoft, meg az Activision, akinek van 70 játéka egy évben így, hanem az, aki kiad pár évente egy játékot, ezen nagyon-nagyon sok múlik. Nagyon-nagyon sok. Úgyhogy, uh, úgyhogy ez egy jó, jó tanuló pénz volt. Nekik egész biztos, hogy ki fogják javítani, mert ők nem tehetik meg azt, hogy ne. True. Hogy a Vichyáron bagosabb volt, mint a Cyberpunk? Uh, itt nem a, nem a bagokról van szó, mert a bagokat mindenki megbocsájtja, főleg egy ilyen mértékű uh, projektnél. Tehát, hogy ne felejtsük el azt, hogy itt nem arról van szó, hogy uh, hogy ö, olyan dolgok van probléma, amit pár peccsel lehet, ö, meg, lehet ö, meg lehet oldani. Hanem a fogyasztó átverése nógózóna, no nógózóna, no mert ez az, amivel egy életre eljátszod azt a bizalmat, ami, ami miatt a végtelen precious ö, előrendelések törögnek. Dép, én egy percre kiszaladok, hogy idehozom idehozok egy üdítő italomat, mindjárt itt vagyok. Jó, köszönöm. Teszed. Köszönöm. Úgyhogy van egy-kettő dolog, ami, ami, ami miatt szerintem nagyon fontos lenne, hogy minden egyes, minden egyes játékosnak, aki egy kicsivel komolyabban veszi a, a, a videójátékokat, mint gondol, mint, mint, mint az átlag, azokat megfelelően lehessen informálni arról, hogy hogyan is működik a játékvilág, és ne csak egy ilyen mézes-mázos dolgot lássunk. A legegyszerűbb példa erre, csak hogy, csak hogy magam ellen beszéljek egy kicsit, nyilvánvalóan tudjátok, hogy számomra a Nóti dolg az egy ilyen non plus ultra, a, az egyetlen cég, aminek gondolkodás nélkül nem rendelem elő a játékait, de gondolkodás nélkül előrendelném a játékait, hogyha arról lenne szó. A, a Naughty Dog idén az évfejlesztő stúdiója lett. A Naughty Dog. És a uh, akármennyire, és a Last of Us 2 szerintem egy, egy kibaszott mestermű. A... Soha nem szerettem még ennyire valamit, ami ennyi fájdalmat okozott. Szerintem, a, a, és megvan mindenkinek a saját vélemény, a Last 2-ről abszolút tiszteletben tartom. A... Hazudta Dávid. Viszont ettől függetlenül nem lehet amellett elmenni, hogy a Last of Us 2 utolsó fejlesztési ciklusában, a megjelenés előtti hónapokban másról sem volt szó, mint hogy milyen a munkakultúra és milyen a crunch kultúra a, a Naughty Dognál. És hogy hogyan égnek fossá a fejlesztők, hogy lerakják ezt a játékot és megfeleljenek a Naughty Dog ilyen széges maximalizmus mércéjének. És ezzel együtt fogta magát a, fogta magát a Game of és azt mondta, hogy a Naughty Dog az évfejlesztő stúdiója. Ez hibás, képmutató és kibaszott káros. Kibaszott káros, amikor két olyan két olyan fejlesztő stúdió is volt, akik ezer-szer jobban megérdemelték volna az évfejlesztő stúdiója címet, csak hogy kettőt mondjak, akik, akik, szerintem idén sokkal nagyobbat, sokkal nagyobbat alakítottak, mint a Naughty Dog. Az egyik a Hello Games, aki úgy hozta vissza a, 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 a No Man's Sky-t, hogy elképesztőbb az meg, tényleg nevetséges, hogy mennyi pénzt és energiát raktak bele abba, hogy, hogy ez a játék ez, ez az legyen, amit megígértek ingyenes DLC-kkel. A másik pedig a... Jaj... Hirtelen akartam mondani. A Super Giant Games. A Super Giant Games, aki a Hades-t csinálta. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de a hds az úgy készült, hogy egy másodpercnyi crunch nem volt benne. Egy másodpercnyi crunch sem. Tehát, hogy a Super Massive Games-nél, vagy Super Giant Games-nél, bocsánat, Super Giant games egy nagyon strict no crunch kultúra van. 5 óra után nem küldhet címelt. Pénteken 5 óra után nem küldhet címelt. Nincs, nincs hétvégén munka, nincsen crunch. Tiltólista. Nekem ez a két stúdió, mennyire is uh, a HD-nél és a ez, hogy egyik játékot csak kedvelem különösebben, a hd szel alig játszottam, és nem is kapott el annyira, a, a No Man's Sky pedig hát le is szarom igazából. A, ettől függetlenül ezek sokkal jobban megérdemlik, mint a, mint a Naughty Dog idén. De tehát, hogy ez, ez, a fajta képmutatás az, meg ez a fajta ilyen mézes-mázos faszom az, ami, ami ilyen fake képet alakít ki a játékosokban. És, és ezt én nem szeretem. Azon a véleményem vagyok a cyberpunk kapcsolatban, hogy amikor a Witcher 3 kijött, mint írják fölöttem is, egy hatalmas bugfest volt, már meg már hatalmas kultikus játék lett belőle, sőt, annyira jó a világa, hogy a sorozatot is csináltak belőle, és én emiatt biztos is vagyok benne, hogy jó pár éven belül hasonló kultikus játéknak lesz nevezve, csak úgy, mint a Witcher és a világa miatt simán rámondanám, hogy ebből is fognak sorozatot csinálni. Uh -huh. ez, ez egyáltalán nem kérdés, tehát hogy én sosem ja. vontam az kétségbe, hogy ezt ezt a játékot ezt tökéletesen ki fogják javítani játszható lesz PS4-en is, Xbox vanon on is. És... mennyire jó lett volna, hogy a lunch lett volna jó, és nem a évek alatt, vagy a izé, pecsek garmadával lett volna szerelve, hanem akkor, amikor kijött, akkor lett volna egy hatalmas bomba ugyanazzal a, a jó játszatósággal, ami x eredményezte. Hát igen. Mennyire jobb de, lett volna. Hogy ez mennyire, mennyire el van rugaszkodva valóságtól, hogy, hogy tehát, az a furcsa, hogy mennyire úgy érzi az ember, hogy, hogy mi bug nélkül jelenik meg egy játék. Mikor történt ilyen utoljára? Az indik jelen, jelennek meg bazeg bug nélkül. Az De manapság minden béta. Manapság minden béta. Először béta jelenik meg, és a bár a bétáért fizet az összes játék béta, és akkor teszteled, és egy béta játszás után két évvel mondják rá azt, hogy na ez az 1.0 a fiúk, ez az 1.0 a manapság, én legalábbis én ezt vettem észre, a sok shooternél, minden, mindegyik játék, amivel játszok, az béta játék. <laughs> Legalábbis annak van titulálva. Aha. Még a... <laughs> a Fortnite-on a mai napig ott van, hogy Early Access, ha megnéztek. A Loading Speed-el ott vagy Early Access, a Escape from Tarkova, mivel sokat játszok, az is béta, a nem is tudom, mi volt még előtte béta. A PUBG-ra emlékeztek, az 1.05, hány hónapig játszottuk bétaként a PUBG-vel. Úristen, igen. nem is emlékszem, hogy mennyi volt. Minden béta. Hearthstone Battlegrounds, és... Grounds az még mindig béta. Negyed, negyed, évente kipengetek rá 30 dollár, de még mindig béta. De ez miért van? Ez, ez így szép, szép ez, ez, valami, ez valami safe, safe, safe vannak, hogy um. azt mondják, hogy béta így, így le, lecsúszik a váról? Vagy van valami jogi része, hogyha bétának hívjuk, akkor nem leszünk izé megcsinálva? Vagy én nem is értem, mert a... miért kell mindenre bétát húzni? Szerintem biztos, hogy, biztos, hogy van, valami, van valami jogi része. Én is Abszolút. úgy gondolom. Tehát, hogy, <kül> tehát, hogy ezt így megjelent akkor, akkor megbocsájtóbb vagy a játékkal, és nagyobb eséllyel mm. játszod el odáig, hogy már ne a ritmát. Tehát, hogy biztos, mm. hogy biztos, hogy benne van. Ah, benne van egy kicsit mondja. ez is, meg benne van a PR, és mm -hmm. hogy hogy az Early Access, mint olyan, azzal kapcsolatban mondjuk nagyon jó PR stratégiákat lehet erre felhúzni. Mm -hmm. Ez egy olyan játék, amit még soha senki nem csinált, és olyan, van. olyan feature-ök vannak benne, amikre, amiknek a tökéletesítéséhez egész egyszerűen szükségünk van arra az elhivatott közösségre, aki a visszajelzéseivel segítheti a Így fejlesztés menetét. Most ti lehettek a beta teszterek, csatlakozzatok most, és csak 29.99! így, így. a beta így, tester team így. tagja, három skin kaptok, ha, itt, ha jöttök, és senki másnak nem lesz meg, aki az 1.0 után veszi meg a játék. Oh, yeah! De, de tényleg. A, és ez ugyanúgy, ahogy <coughs> majdnem minden más az iparban, ez a feltörekvő, kisbüdzséjű indie fejlesztőknek a, a, az üzletét károsítja. Mert van, aki ezt így gondolja, tehát, hogy van, a, van, aki ezt tudja, hogy tudja, hogy így van. Én a Lariannak gond nélkül hiszem el, hogy a, hogy a BG-3 az azért jelent meg Early hogy mert kell a bt Gond nélkül elhiszem, és nyilván ebben benne van az is, hogy hogy kölyök Labrador és Baldur's Gate, de benne van az is, hogy hogy, hogy bazd meg. Ezek ilyenek. A Night Shift Estevaz. Nagyon-nagyon szép köszönöm a négy hónapot. Oj! Szép jó reggelt. oly maj! Jó, right, A Star Citizen. Igen, a Star Citizen egy tökéletes példája ennek. Több ezer dollárért sokan vettek egy weboldalt. Én nem is értem a Star Citizen, hogy őszinte legyek. amit Todd Howard mondott, igazából innentől kezdve a mondat az, az, az majdnem mindegy, hogy hogy fejeződik be. Todd Howard azt mondta, és innentől kezdve így kikapcsol az agyam. Tudod, mint a, a, High Met Your Mother-ben. Shoe shopping, shoe shopping. Pont, pont, hogy Todd Howard azt mondta. Todd Howardnak egyetlen, egyetlen kreditje nincsen már a, a, a játékvilágban. It's not how you launch, it's what it becomes. Hm. Hát jó, akkor a Fallout 76 szarul lancsolt, és azóta csak szarab le. A kibaszott éves mi milyen, szerv, milyen privát szervert vásárolhattál? azt hiszem. Hogy single player játékot csináljál a multiplayer játékból? Mi volt az a fallout first, vagy mi a faszom? Most nem vágom. Val valami ilyesmi. Mivel játszol még egyébként a Destiny-n kívül? Én? Vagy te? Te! Tőled kérdezték. Azt nem tőlem. Ja, azt olvastál valamit? Nem, te nem, nem. Nem, nem, nem. Fú, hát én, 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 igazából az első nagy játékom az a Lineage, ami mostanában megy, az tényleg a Tarkov slash Destiny. Igazából nem nagyon csinálok. Próbálkoztam pár ilyen, ilyen single player játékkal, mint például a Ghost Runner, Aha. az, aki, aki, nem, nem tudom, az is egy kicsit ilyen cyber, cyberes, cyberpunkos. Az volt az előszele a cyberpunknak, és akkor hogy megnéztük azt a Ghost Runner-t. A cyberpunkot vittem, a Death Stranding-be kezdtem bele, de hát egy óra hosszú játék után nagyon tetszik, mint story, viszont nem élvezem a játékot. Tehát én inkább nézném, mint egy storyt, valaki, aki játsza, és én meg hallgatom, hogy mi történik. Tök jó lenne, de föladtam egy óra után, szóval Destiny és Tarkov ami, ami most a repertoárban van leginkább nálam. A másik pet pívem a játékvilágban az Hideo Kojima. Nem? Nem. Nem. Nem, nem. Nem, nem. nem. A Piti lehetett volna, de De az sem. Mit kiderült? Én pedig, én pedig úgy imádtam azt a játékot, ezt már beszéltük a múltkor. Mi volt az a a, 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 Metal, Gear, a Metal, Metal Gear sorozat? a Metal Gear nek volt egy, 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 fekete báránya, mert nem olyan volt, mint a többi Metal Gear rész, Revengeance néven futott, és abba egy, egy réden nevű katonával voltál, aki full Aha. cybernetikusan föl volt izé építve, és egy szamuráj mehettél a játékon belül, és kaszabolhattad a katonákat, és eszméleten jó érzés volt azzal a játékkal játszani. Én ezt az egyet játszottam, az izé mi, mi a Metal Gearből. látok fel, ö, ö, kialakulni a a mivel lehet megvenni Havert egy életre? Igen, vonalon. és hagyd mondjam, League of Legends-eztem, 2100 órán van benne, és abból ö, szerintem, abból az 1500 órát ja Csak mondom, hogyha már kardokról és szamurájokról beszélünk. Bárcsak tudnám, hogy mit mondtál most. Uh, hmm? A League of legends Nem. Ez, a, ez nekem a Todd Howard mondta. <laughs> Nem, nincs meg a. Mi? Nem, tényleg. Sose. 40 perc. Az tök elég. Olyan Rage-en leszel tőle. Én vertem az asztalt, mikor játszottunk. Tehát konkrétan nem, nem egy egészsége, nem egy healthy játék. Nem, a, nem annak tűnik. Nem annak tűnik. Nekem a, Most azt néztem, hogy hogy így összeszedtem a, a 2021-ben jönnek játékok listámat, és egyetlen kompetitív játék sincsen rajta. Egyetlen egy se. Hm. Úgyhogy lehetséges, hogy én megkötöttem a békémet azzal, hogy, hogy, a reflexeim azok innentől kezdve, tehát hogy már vége van a píknek, és a pík se volt nagyon jó, akkor akkor innentől kezdve már csak ilyen ingyen fregnek megyek be a veled is pvp-zni, az meg azért, hogy nőjön az egód. De ez hülyeségben egyébként, ez, ez, ez alábrakod mint kérem, mert tök jót pvp-ztünk a múltkor, és szerintem kurva jó, ügyes voltál, szóval ezt, és nem tudom, miért mondod. Egy, egy erőszakos átlagosnak mondanám a teljesítményemet Destiny PvP-ben. Hát De... szerintem nem hiszem, nem hiszem egyébként. Az a... Nem hiszem. Szerintem az, aki ügyesebb PvP-be, legalábbis ahogy, ahogy, ahogy te is csináltad, meg Vanda is. Ezek átlagon felülük Az átlagember az, átlag az nem nagyon megy PvP-zni. Az átlag Destiny játékos, az inkább csillezve pvp zik és nem megy PvP-re. Aki már PvP-re és kompetitívre vetemedik, az már szerintem egy átlagon felüli Destiny játékos. A múltkor néztük éppen, van egy ilyen interaktív map, hogy éppen mit játszanak a legtöbben a Destiny-be, és ö, mutatja az, hogy épp ebben a pillanatban, így real time-ban mutatja, hogy ö, éppen melyik platformon, melyik játékmódban, mekkora százalékos arányban játszik a, a, bázis, és szerintem, amikor megítottuk, 4 százaléka volt, aki pvp-zett. Az egész communitynek az összes platformom 4 százalék, 4 darab százaléka volt, és az nem sok. Hát azért, mert ugye lemegy, a, lemegy az incentív meg ugye mindenki más sorrendbe csinálja meg ezeket a heti dolgokat, amiket, amiket jár a gír, de meg a legtöbb, uh, legtöbb ember szerintem azt a három PvP meccset futja le, amiért jár a pinnacle, és aztán ja. azt mondja, hogy köszönöm, már, köszönöm. Már. Uh, és uh, emellett pedig nyilván, amikor van Iron Banner vagy van uh, uh, is trials, akkor akkor nyilván nyilván ez a ez a százalék ez ez megugrik. Ja, persze. De nekem is azt kell mondjam, hogy uh, hogy én miattatok PvP-zem, mert veletek szórakoztató játszani, mert egyikőtök sem rage el, és azt én nagyon nehezen viselem, amikor, amikor valaki ilyen végtelen tryhard, mert nekem az nem okoz, nem okoz örömet, mint olyat, úgyhogy, úgyhogy, én, sem, én sem vagyok nagyon rajta, de hogy a community miatt, miattatok, viszont tökre élvezem, és ezért nagyon hálás vagyok egyébként, egyébként neked, meg, meg Vandának, meg, meg a hogy, 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 visszahozták nekem a Destiny Flash-t, és ami nagyon-nagyon-nagyon hiányzott, meg, meg nyilván a, a cédáimmal együtt játszani, azt én nagyon-nagyon élvezem, de az egy teljesen más élmény, Uh, Idrivel, Flóval, Danival, mint, uh, mint uh, <laughs> <Meg lesz. gül> De hát, hogy teljesen más élmény, uh, mint Paszki. a... <gül> <Ja>. <gül> teljesen más élmény, mint amikor én elkezdtem destinizni, az milyen volt. Uh, a, a raidelés, meg a, meg a, 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 a gear formolás, meg, a, meg amit tudom én nagyon szeretek velük játszani, de azt a flash amit a Destiny egy adott végig, és a kettőnek adott az eleje, uh -huh. az, 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 azok ti voltatok egyértelműen. Ja, hát igen. De mondjuk hagytad azt meg is beszéltük, nyerni? hogy ez, Tegnap PvP-ben, egy v 1 hagytad Vandát nyerni? Hát el már, izé, már aludtam a, a monitor előtt, de ügyes ja. volt, nem, ügyes volt, nem hagytam, nagyon ügyesen szétlőtt, nagyon, nagyon ügyes volt, nagyon ügyes, nagyon jó nyomta. Ügyes voltál, Vanda. Küldött nódat mi? Mi? Nem, nem, dehogy, dehogy. Én egy egészséges párkapcsolatban élek, nekem senki nem küld nódot az asszonyom kívül. Aha. Aha. Vagy ott nyerni. <hállt> jó van, nem, nem akarok én, nem akarok én belekötni semmibe. Fogsz te ma nem kell az alamizna. Nem Fog kell el. az alamizsna, Igen. Neked most stream napod van, ugye? Én ma streamelni fogok, igen, mindenképpen. mindenképpen. Destiny-t a változatosság kedvéért. Nagyon helyes, nagyon, nagyon helyes. Én arra gondoltam, hogy fogunk ma, uh, fogok ma még uh, így a, a pod után egy kicsit harztónozni, uh, de az uh -huh. a helyzet, hogy uh, ezt felülírta az élet mert hogy éhes vagyok, és nagyon koszos a ház, úgyhogy, úgyhogy el kell kezdenem úgynevezett takarítani. kell. Uh -huh. Úgyhogy egy, egyet takarítok most, és aztán majd délután fogunk, <coughs> fogunk visszatérni egy kis battleground zal és utána pedig négy órától, mert sokan kértétek, hárman, hogy, hogy nézzünk már bele abba, hogy hogyan néz ki ez a, hogyan néz ki ez a Blood Bowl, ez a liga, amiben, amiben benne vagyok. Végtelen béna vagyok ebben a játékban, de, de ez, egy, egy ez azért egy nagy rész játék, úgyhogy majd legfeljebb jókat, jókat nevetünk, hogy, hogy mi történik. Viszont uh, addig sem szeretném program nélkül hagyni a, a szombati hatalmas parti előtt a, az embereket, ami általában van. Úgyhogy ha esetleg felőnél egy streamet állni, akkor lehet, hogy, lehet, hogy átmennénk oda, mit szólsz. Lehet? Szóval. Hát akkor fellövök, ha már így rám erőszakolod, jó. Milyen, <laughs> mi? Nem csak viccel. Egyébként is ez volt terve, hogy fölövök, mert Aha. általában 11 kor már ottuk a stream ilyenkor a Destiny-vel. Akkor még késünk is. Hát egy kicsit. Nem lesz Animal ezt? Crossing! Soha nem lesz animal. animal Crossing. Soha. Igen. A sajnos nálam se fogjátok látni az Animal Crossingot. Érdekes játék. Érdekes játék. <laughs> e ennyit, ennyit tudok mondani, róla. Egyebet nem tudok mondani. Sajnos. Ezért szép a community, látod a Twitch-en, mert mindenkinek más tetszik, mindenkinek megvan van. a saját véleménye. Meg ezért szép a világ, hogy ilyen színes és jó. Szí és, így van. És, és az Animal Crossing meg egy érdekes játék. Az egy, az egy érdekes érdekes játék. Igen. És uh, ezzel így be is záródott a, a a pozitívumok táskája, amiből Igen. elő tudok húzni valamit. Egyre a... vagyok képes mondani erről. Ennyit Mint ]ről. amikor a hölgyekre mondják, hogy érdekes. Ö... Hm? Nem azt mondom, Kazi, hogy nem jutott eszembe ez a hasonlat, de hogy én nem mondtam ki. Én felolvastam egy kommentet, jó? Legyen ez. Az mondjuk jó. Felelősség nuku, tök jó. Így van, Ezt szeretem a legjobban. <laughs> én nem én mondtam. Hát olvastam, hát, ott írtam, ott volt, ott volt. Ott nem láttad? Az volt az. <laughs> Jaj. Kimondom, nem ismernek. Nagyon jól teszed, Kazi. Nagyon jól teszed. A... Mit fogsz játszani? Destinizek mindenki. Azt értem, de azon belül. Az az igazság, hogy mivel, hogy fokáltam, piséltem magamat a mai beszélgetésüktől és izgultam, ezért nem terveztem meg, hogy mi az, amit szeretnék csinálni máma, de van tervem, valószínűleg egy ismételten egy szóló dungeon fogunk menni, tehát a játékban van egy csomó dungeon, és van -e egy, amit még nem szólóztam le, ez a, a Pit of Heresy, te nem tudod melyik, az a Holdon van, igen, tudod a pit és szerintem nekiesek annak, azt megpróbáljuk, hogy meddig jutunk. A múltkor sikerült első trájra a Shatter megcsinálni, most ez, ez lesz a mai... Na, gyerekek, nézhettek olyat, program. amit én, én fizikailag nem tudok megcsinálni. a múltkor néztem a streamedet, és összeraktam a gíremet az alapján, ahogy a te gíred néz ki, és aztán utána így láttam, hogy aha, 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 aha. Ja, akkor ezt hagyjuk. <laughs> ez, 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 ez történt sajnos. Hm. De nem baj, tehát hogy ez legyen, ez legyen a legnagyobb. Nem kell mindenkinek nagyon ügyesnek lennie. De most egy olyat láthatok, amit, amit, amit nálam valószínűleg soha. Imikém. Sose mondtad soha. Imikém, imádlak szeretlek, nagyon szépen köszönöm, de ebben a pillanatban fogom lelőni a streamet. Úgyhogy, drága imi nézők, megyünk is tovább Destiny-t nézni. Mert destiny nézni nagyon jó. Szervusz Imikém. Olyan rég beszéltem imi Imi, nincs kedved jövő héten podolni egyet? És mondjuk előtte egy órával beszélgethetnénk mi is. Vagy utána. Hiányzik Imi. Feels good, man. Ott is vagyunk. Ott is vagyunk. megy a stream? Megy a stream, megy a stream. Nagyon jó, hát akkor megyünk is át. Hát de mielőtt még, azért elmondom, hogy köszönöm szépen, nagyon élveztem ezt a reggeli beszélgetést, sokkal, sokkal, de sokkal jobban éreztem, mint amit először elképzeltem. Igen? Már mi gondoltál bele, Hát az, hogy fogom, nem az, hogy szét fogom izgulni, meg hogy jössz majd a, a, a köcsögölő stílusoddal és mindenben, nem, csak, vicc, csak viccelek, viccelek, viccelek izgultam. Még nem nyomtam gyere. rá a raidre, úgyhogy most mondjad, meg. <laughs> Most nem, már Nem, köszönöm tényleg, jó, jót beszél, jót dumcsisztunk, Dév, tényleg. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és eternally hálás vagyok, hogy visszaadtad a destiny a Sparkot, úgyhogy uh, alig, várom, hogy, uh, alig várom, hogy újra játszhassunk. Nem kell a reset várni, még van egy karakterem, amivel nem rédeltünk, úgyhogy... Uh, Ennyi. Meg úgyhogy... ne felejtsd el, hogy meg kell csinálnunk contentnek is, a streamer is így, így. az, hogy megcsináljuk az új rédeket, mert egyébként Dévnek még két rét hiányzik, nem? A Garden of Salvation Igen. sem csináltad, a Last Fish sem csináltad. szóval Így így, rádezván a olyan, cédáim a is megvették, úgyhogy ők is szívesen, uh, szívesen Igen, Mert jönnek. mondtam nekik, hogy ezt meg kéne úgy csinálni, hogy együtt megyünk így, javasoltam nekik ezt az életet, és nekik nagyon tetszett. Igen. Szóval. Idri nagyon szeretné a Divinity-t és addig nem fog, nem fog megnyugodni, ameddig nem jön ki a Divinity. Lastfis legitben! Nem tudjuk, hogy hogy kell legitben megcsinálni Arit, úgyhogy csak csízelni tudunk minden. Ja, tényleg az az esélytelen, hogy legitben csináljuk. Nekem a, nekem a, nekem a csizálás cheese... legitben. De majd Én viszik... azt hittem először úgy kell. Ja, majd visszük Arit egyébként, és uh, ő kívülről, belülről mindent tud, úgyhogy megnézzük, hogy ennyi. hogyan működik. Szuper Viszont elmegy a Réd! Úgyhogy uh, sziasztok, drágaim! Délután találkozunk. Nem sokára. Siástok! You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said well. I don't know about that. Cause it's my lady.